Én mindig mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy az elsődleges csatorna, amin keresztül te be akarsz menni egy cégbe, az a belső ajánlás. Tehát ha van ismerősöd, vagy van bárki, akivel korábban együtt dolgoztál, és tetszik neked egy cég, és tudom, hogy egyébként vannak, sőt, viszonylag sok embernek ez nem annyira komfortos, hogy ráírsz, és akkor most megírod neki, hogy figyelj, tök szívesen dolgoznék ott, de egyébként ez egy tök jó dolog, pláná, hogy általában van egy anyagi ellentételezés része is, amit sokan nem tudnak optimális esetben a következő körben nem látják, hogy mit írt róla a recruiter. És ez azért nagyon fontos elmondani. Persze azért, is elmondta, ez nem mindig igaz, mert lehet, hogy a rendszer nem mutatja meg a technikai körben, hogy mit mondott a recruiter, de attól még ők találkozhatnak és válthatnak erről pár mondatot. De mondjuk nem sikerül annyira jól adott esetben, hogy úgy érzed, hogy nem sikerült jól, akkor nem kell túl görcsölni, mert van szanszod arra, hogy a következő körben, amikor valaki valakihez, akkor az esetleges agályok veled kapcsolatban, azok nem kerülnek át a következő körbe, hanem kvázi tiszta lappal indulsz. Szerintem ami leginkább el tudod szúrni az interjúdat, az az, hogyha negatívan nyilatkozol a korábbi munkáltatóról, vagy munkáltatóidról, illetve ezzel párhuzamos, ami szintén jönni szokott, az az önkritika hiánya. De ez azt jelenti, hogy ilyen esetben el is csúszhatsz egy interjúm, nem jönnek be a következőre? Persze. Sziasztok! Újra itt a Crafty, a hvs IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Böle Gyuri vagyok a mostra egyik házigazdája, és szokás szerint velem a stúdióba állom műsorozatotársam, Batis Peti alias Zero, és végre fizikailag is velünk van, mert az előző két adásban vagy távolra jött, vagy nem volt itt. Előzetesen elmondanám, hogy szeretném megköszönni azt, hogy, hogy olyan sokan kitöltöttétek ezt a kutatást, amiben azt kértek tőletek, hogy visszajelezzetek a, a, munkánkra. Ezt a kutatást azóta már ki is értékeltek, és annyit ígérhetek, hogy a visszajelzéséteket maximálisan megpróbáljuk beépíteni az adásmenetben, mint a téma szinten, mind a kritikáitok vonatkozásában. Ami még érdekes, hogy zéróval összeraktunk egy csomó adástervet, hogy mikről beszélgetni a jövőben, de nem húzom az adás elét ezzel, majd az adás végén el fogom mondani, akit érdekel, hogy, milyen jövőbeli podcast témáink vannak. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy a Crafty nem csak egy podcast sorozat, hanem egy meetup sorozat, és egy Discord csatorna is, ahol a közösségünket gyűjtjük össze, ezt a discord.hvsc.hu címén írítek el, és most, hogy ősz, végre visszatérünk a meetupokkal is. És a következő mitapunk, ami egyébként szokás szerint hibrid formátumú, annak az, az a címe, hogy... Menedzser szeretnék lenni, és október 11-én fogjuk majd tartani, és gyakorlatilag ez egy, egy folytatása lesz a, a, ennek a témának, hiszen egyrészt podcast szinten már foglalkoztunk ezzel a témával, hogy fejlesztő legyek vagy menedzser, másrészt meg volt is egy ilyen meetupunk, ahol kiveséztük azt a témát, hogy mi van akkor, ha nem akarsz menedzser lenni, és a, az IC karrier úton járnál tovább. A mai adásban pedig a az állásinterjúkról, az, az, állásinterjúztatásról is kicsit fogunk beszélgetni, hogy néz ki ez a folyamat, stb. 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 És pont azért nem is hívtunk a most eredásba vendéget, mert azt gondoltuk, hogy, hogy ezt le tudjuk hozni ketten, főleg azért, mert Zero ebbe a témába úgy tetszik fürdik, hiszen ez a munkája, és arra azért reméljük, hogy megáll, megáll a lábán így kettőnkkel is. És ugye az lenne, a, a, azt ki az előzetesen a zero hogy úgy, úgy, lenne az adásmenet tulajdonképpen, hogy mint egy valódi interjúztatási folyamaton végigmennénk, tehát hogy megszületik benne az elhatározás, mi történik aztán, hogy néznek ki az interjúkörök, milyen játékok történnek a színfalak mögött, és gyakorlatilag a végén eljutunk odáig, ugye, hogy kapsz egy ajánlatot, amit elfogadsz, vagy nem. És akkor ugye itt, itt jön a, 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 az első kérdésem az zero hogy például ugye ez, ez, mindig felmerül az, hogy, hogy hány helyre érdemes pályázni, hogyha te, ha benned megfelelted az elhatározás. Ez egy nagyon jó kérdés, és viszonylag sokszor találkozok egyébként én is ezzel ilyen jelölteken keresztül, meg ha jól láttam, viszonylag utána olvastam, kíváncsi voltam, hogy publikusan milyen információ kérhető kell egyébként a technológiai szektorban, Magyarországon, külföldön, és ez elég sokszor felmerült, hogy hány helyre érdemes pályázni, hogyan érdemes pályázni, ez még tipikusan a pályázatot megelőző időszakban, mire érdemes odafigyelni, és szerintem én, én mindig annak voltam a híve, hogy a minőség az mindig a mennyiség elég kell, hogy menjen. Tehát az, hogy valaki ledobálja a szívét különböző helyre, de igazából nem is feltétlenül nézi meg, hogy milyen helyre pályázik, ami utólag is viszonylag kellemetlen tud lenni, amikor beül egy interjúra, de nem feltétlenül tudja, hogy mi ez a cég, a pályázat, mert annyi helyen tolta be a szívét, igazából nem is feltétlenül van ezzel tisztában. Szerintem ez nem egy jó módszer. Én mindig, mindig azt szoktam javasolni, hogy nézd meg, hogy hol pályázol, olvas utána, legyen inkább kevesebb cég, ahol bepályázol, de arra jobban készülj föl, mert a nap végén ez számítani fog, amikor megyünk a teljes folyamaton, hogy ennek miért van jelentősége, de én mindig azt javaslom a túloldalnak, hogy, hogy minőségben figyelj oda rá, olvas utána, és úgy menj bele egy folyamatba. Szerintem ez, a, ez, az első lépés. Ugye, amikor, amikor elkezdik ez a folyamat, ugye jó név, há, szerintem alapvetően háromfajta utad van. Az egyik, hogy jelentkezel egy álláskírásra, a másik az, hogy megtalálj egy fejvadász, a harmadik mondjuk, hogy bejár téged egy ismerős egy adott székbe. Vizsgáljuk meg ezt a három dolgot. Én így a fejvadásszal kezdenék, mert itt az éróval beszélgettünk a műsorolat, ha úgy tetszik a konyhában, de most kivételesen a konyhában beszéltünk, mert nincsen, nincsenek vendégeink. És ugye az volt, hogy hogy ezt a korábbi adásokban is érintettük ezt a témát, hogy nyilván a, a felvadásznak a reputációja vagy a megítélése az nem túl jó, miközben egyébként én azt gondolom erről, hogy, hogy az ember életében, tök mindegy, a szakmai életében vagy a civil életében vannak olyan kapcsolatai, amik, amik, nagyon erősen bizalmi alapon épülnek fel, tehát itt ilyen lehet az ügyvéded, a, a könyvelőd, a, nekem például a konferencia szervező és de adott esetben rendszergazda is, és alapvetően a fejvadász is, és majd fogunk térni a, 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 műsorban az, hogy, hogy ez egy, egy, kicsit paradox helyzet, mert egyrészt van egy ilyen negatív vélemény a fejvadászokról, ennek megvan az oka is, talán el is kitérhetünk egy két mondat erejéig. A másik oldal meg az, hogy majd be fogjuk mutatni, hogy a fejvadásznak alapvetően mennyire fontos szerepe van az egészben, és sokszor a fejvadásnak a véleménye, ha mondjuk neki erős a egy székhez, és ezt elmondtad egy műsor előtt, sokszor ő, 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 gyakorlatilag hangsúlyosabb a vélemény egy vitás kérdésben, mint adott esetben a rekrúternek, akikkel később fogsz beszélni. És először csak egy pár mondod, szerinted mire vezethető vissza az, hogy egyébként, hogy a felvadászol szemben megvan az az ellenőrzés, miközben egyébként bizalommal kéne viseltetned iránta, hiszen ő téged képvisel. Szerintem ez viszonylag messzire vezet ez a téma, de röviden összefoglalva, hogy mi, a, mi lehet a probléma az ellenőrzések. szerint, viszonylag sok dolog van, ami szembe jött. Az egyik, ez mondjuk például a visszajelzés hiánya. Ezt szerintem ez nagyon sokszor felmerül, hogy valakivel mondjuk beszélsz, és utána eltűnsz, vagy nem írsz időben, vagy, vagy tényleg túloldal, az is lehet, hogy mondjuk a, valaki már mondjuk elment interjúzni, valahova átment egy-két folyamaton keresztül, és mondjuk leáll teljesen a, valamilyen okból kifolyólag, és ebben a helyzetben nagyon sokszor a rekrúter vagy a fejvadász az, aki nyilván ő, a, ő az, aki vált a kapcsolatban vagy, így ráneheztelsz, és simán lehet, hogy az ő hibája, de lehet, hogy a túloldal hibája. Tehát nagyon sokszor szerintem ez a kommunikációs része múlik, hogy nem kapsz időben visszajelzést, vagy egyszerűen rossz élményed van egy interjún, az is nagyon sokszor lehet, hogy a rekrúter köthető. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy sokszor ez egy ilyen belépés, tehát gyakorlatilag a belépési küszöböt is nagyon sokszor egyébként ők határozzák, meg például ők azok, akik lefilterezik az önéletrajzokat, tehát nagyon sok szempontból szerintem viszonylag szignifikáns szerepe van a illetve velük is találkozol nagy arányban először. És, és ebből fakad, hogy legnagyobb arányban, ha mondjuk végigmegyünk egy folyamaton, a rekrúterrel kommunikálsz. Szinte mindig a legnagyobb arány, mert ők azok, akik végigvezetnek téged a folyamaton, és ezért is van az, hogy mondjuk a rossz élményed van, azt mondjuk hozzájuk is társítod, és simán lehet, hogy nem is feltétlenül a rekrúterhez köthető, de nagyon sokszor egyébként a rekrúterhez is köthető, hogy valamilyen élmény nem úgy alakul, és akkor ez viszonylag egy, ez egy ilyen nagy kerjesztő folyamat ebben, ami elterjed, de nagy arányban szerintem a legjobb dolog az, hogyha jó kapcsolatot fel tudsz építeni vagy akár fejvadászokkal, mert ez hosszú távon szerintem egyszerű szinte kifizetődő tud lenni. Tehát tény, hogy, hogy viszonylag vegyes a fáhozata. Én most azon gondolkoztam, hogy érintem ezt a témát, mert ez nem feltétlenül az adástervben itt van, Nekem mindig érdekelt az, hogy, hogy mondjuk azt, hogy nem sikerül egy állásinterjú valamiért, létezik-e fekete lista? Ugye ezt szerintem, a sok embert érdekel, hogy létezik-e, van-e ennek olyan tétje, hogy fekete listás leszel? Ugye ez ha a bankokban létezik ilyen, és ez egy legális dolog, ugye ezt bárlistának hívják, de hogy ez a jelenség létezik ugye ez abból a szempontból más, hogy a bárlista szerint, viszonylag objektív dolgokon alapszik. Tehát az nem, Minden. nem megítélés, külső megítélés, hanem ott vannak tények, hogy te mondjuk valamit nem, nem úgy csináltál, ahogy az a jobb rendszerint szerint kellett volna, vagy az ott szabályok szerint kellett volna. Tehát recruitment, mert ez egy érdekes téma, vannak fekete listák. Én publikus fekete listáról még nem hallottam, amit mondjuk cégek megosztanak egymással, és akkor cserélik azt, hogy jó, van egy új emberem, felkerült a listámra, tehát én még ilyenről nem hallottam de ettől függetlenül létezik cégeken belül fekete listák, meg vannak olyan emberek, akikről egy viszonylag tudott egyébként a piacon is, hogy jobb, hogyha nagyobb arányban nem feltétlenül vele akarsz beszélgetni, mert mondjuk többen megégették magukat, tehát ilyen van. Magyarország egy viszonylag kicsi piac. Globálisan ez egy nehezebb téma. De ez alapvetően akkor nem különbözik attól, mint amikor én felhívom egy haveromat és megkérdezem, milyen egy munkáltató, ugyanúgy ez működik a rekruterek között is, vagy a felvadászok között is, hogy látod az előző munkájait, van ott dolgoztál, ott felhívod, és tulajdonképpen ez egy fejben lévő, tehát hogy áramlanak ezek az információk nem csak az IT-sok között, hanem az IT-sokról is egyébként. Ez így van. Tehát, hogy ez nem feltétlenül a rekruterekhez köthető. A fejlesztők meg a tech industry dolgozók, ők ugyanúgy beszélnek másokról. Tehát valakivel te egy cégnél dolgoztál, egy csapatban dolgoztál, el elmész egy új munkahelyre dolgozni, és mondjuk meglátsz adott egyéneket a folyamatban annál a cégnél, akkor az egy teljesen alap dolog, hogy te elmondod a véleményed, hogy milyen volt vele együtt dolgozni. Ú, nagyon király volt, hogy elmondod, hogy figyelj vele, nem szerettem együtt dolgozni, elmondod az okát, és ezt, ezt általában mérlegelik. Tehát, hogy ez, ez, szerintem ez egy ilyen viszonylag, tehát a világon mindenhol ugyanígy működik. Szerintem a különbség az talán a, a tech közegben, hogy itt szerintem az emberek véleményének nagyobb ereje van. Tehát ha, ha azt mondja mondjuk egy fejlesztő egy csapatban, hogy valakivel ő nem szeretne együtt dolgozni, annak itt sokkal nagyobb ereje van, mint más industriban. Máshol annyira nem, nem, fontos az egyén véleménye, vagy mondjuk például az a team fit, amiről majd fogunk egyébként beszélni, mert az is folyamatnak része viszonylag sok helyen. Például team fit nagyon sok helyen nincsen. Tehát, hogy a menedzser el hogy őt fölveszi, Mondjuk el, hogy mi az a team fit. A team fit az gyakorlatilag az, amikor van egy olyan kör az interjún, ahol a csapattal együtt kell dolgoznod egy órát, két órát. Tudunk olyat, és ahol beszéltünk, ahol három napot várnak el tőle, de ez egy ritka eset, meg ugye kevés cég teheti meg ezt de hogy alapvetően ez az, hogy megnézzék, hogy egyébként csapatban tényleges, hogy tudsz dolgozni, nem pedig kvázi. Igen, a, a team sokszor egyébként nem is feltétlenül munka, sokszor beszélgetés. Tehát, hogy inkább egy ilyen chemistry checknek mondanám, hogy megnézzük, hogy a kémia mennyire működik a csapaton belül, a túladó is mennyire tudja elképzelni magát, hogy velük dolgozik együtt. De igen, ez például más industriban nem nagyon való, viszonylag ritkán van. Tehát ez annyira nem, nép, nem, nem így megy folyamat szinten. Én találkoztam egyébként más helyekkel is, például mondjuk a pharmaceutical industry-val, és tudom, hogy ott például ez teljesen máshogy működik. Mondjuk, Yván... mondjuk magyarul gyógyszerészeti cégekről volt szó, csak Így hogy javítsuk a hibáinkat. Így um, hogy van. Uh, hogy ott például tudom, hogy ez teljesen máshogy működik, hogyha egy vezető fel akar valakit venni, akkor nagyon sokszor például úgy végig tud menni egy folyamat, hogy csapattagok nem is feltétlenül találkoznak. És ezt jól szóba hoztad, mert ugye az elején mondtam, hogy három ág van, ez azt jelenti, hogy ha te, te belső ajánlás alapján mész egy céghez, azt most válaszok az elején, mert nem feltétlenül erről lesz szó, az, az egyben egy súranó pályát is jelent valamennyire? Szerintem az, az a legjobb irány, ami lehet. Én mindig mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy az elsődleges csatorna, amin keresztül te be akarsz menni egy cégbe, az a belső ajánlás. Tehát ha van ismerősöd, vagy van bárki, akivel korábban együtt dolgozta, és tetszik neked egy cég, és tudom, hogy egyébként vannak, sőt, viszonylag sok embernek ez nem annyira komfortos, hogy ráírsz, és akkor most megírod neki, hogy figyelj, tök dolgoznék ott, de egyébként ez egy tök jó dolog, pláná, hogy általában van egy anyagi ellentételezés része is, amit sokan nem tudnak hogy a belső ajánlás az nagyon sokszor fejpénzt is jelent, ergo extra motivációja lesz annak az egyénnek, akivel te beszélsz, hogy mondjuk téged adott esetben a, a cégen belül a, gyakorlatilag tudjon is tápolni mondjuk egy folyamaton belül is. Tehát az, hogy ő átküldi a ennek az anyagodat, az, hogy megkérdezi, hogy mi történik a folyamatoddal, akár a, mondjuk a leendő vezetőddel, az engineering managerrel is mondjuk tud beszélni, vagy hiring managerrel ezzel kapcsolatban. Tehát azt szerintem mindig a legjobb, illetve van ennek egy ilyen minőségbiztosítási része is, hogyha van valaki, aki dolgozik a csapatomba, aki tényleg nagyon jól szállít, meg emberileg is megbízok benne, és ő javasol valakit, akivel velük korábban szeretett együtt dolgozni, az azért az egy elég nagy plusz bármi másra szemben, mint hogyha valaki bejelentkezik, és még sosem hát a azt mondod, senkit ne tartson ez vissza, hogy ú most ez úgy néz ki, mint valami protekcionizmus, mert hogy effektíve a másik oldal, tehát a, egy távolabbi ismerősöd, vagy egy régi kollégád effektíve a legtöbb színűleg, ugyanúgy motivált ebbe, mert hogy ő gyakorlatilag kap egy fejpénzt gyakorlatilag. Hát meg igazából tényleg, tehát meg a legegyszerűbb és én már lehet, hogy csak együtt szeretne veled újra dolgozni. Tehát, hogyha kiszeded itt az anyagi ellentétezés részét és ez egy teljesen természetes dolog, hogy valaki elmegy valahova, és utána akarja magával vinni az ex-kollégeit, mert mondjuk azt gondolja, hogy itt neki jobb lesz, mint a korábbi helye volt. Mondjuk volt annak oka, hogy ő elment. Ezt nagyon sokszor láttam, hogy valaki elmegy a vb és utána mennek vele a többiek, mert kiderül, hogy, hogy, az jobb cég, jobb a termék, jobb a pénz, millió dolog lehet az oka annak, ami miatt egyébként ez. Sőt, ugye megy a csapatvándorlás, és az meg már egy érdekesebb történet, amikor egyszerre akar négy-öt ember mozogni, mondjuk egy kisebb csapat A-ból B-be, az is megtörténne egyszer. Gondolom, az a fejvadászok álma gyakorlatilag, egy komplet csapatot mozgatnak. Hát akár fejvadásznak, de az a cégeknek is egyébként hmm. nagyon jól tud lenni, hogyha egy komplet csapatot kapsz, akik tényleg ismerik egymást, jól tudnak együtt dolgozni, gyorsan tudnak adott esetben szállítani, tehát ez a beszokási rész, ez egy kicsit felgyorsul, és ez sokszor láttam jól működni. Persze nem feltétlenül mindig jól működni, mert vannak azért aknák is rendesen. És hogy visszatérünk a konkrétumokra, ugye ez a legjobb út, de ez mennyiben jelent egyébként maga a kiválasztási folyamatos gyorsítópályát, hogy te ajánlással kerülsz be? Az azt hogy kevesebb köröd lesz? Ez egy jó téma. Papíron nem, egyébként igen. Tehát papíron nem kellene megkülönböztetni a belső ajánlásokat, mondjuk akár a hirdetésen keresztül bejelentkezőktől, vagy amit felvadász küld, vagy amit a recruiter levadász papíron, nem kell, hogy legyen különbség, de van. Van különbség. Tehát hogy én sokszor láttam azt, hogy mondjuk akár a rekru, belső rekrutált megkerülve kerül be valaki egy folyamatba, aki mondjuk átugrott egy-két lépést, mert új, nagyon jó srác, és akkor jó lesz nekünk. Tehát, hogy ami nyilván egyébként nem, nem egy követő. meg Megvannak ezek az árnyoldalai. Így van, megvannak ágyas, sőt, viszont tényleg az árnyoldalra kitérve, van olyan cég, aki olyan szinten komolyan veszi azt, hogy ne legyen semmilyen szintű megkülönböztetés, hogy ennek megfelelően, ha egy ilyen dolog kiderül, akkor azt a jelöltet kirakják a folyamatból. És nem azért teszik ki a folyamatban, mert ő nem jó jelölt, hanem mert úgy érzik, hogy olyan előnyökkel van benne abban a folyamatban, amit ők nem szeretnék igazából továbbvinni, vagy valamit kikerültek egy lépést, és az nem fel mondjuk a többi jelöltel szemben, és azért kiteszik. De ez Szé... Nyilván ez már a másik vége. Most túl sok dolog van a fejemben, de ö, talán az egyik podcaston beszélgettünk, amikor itt volt az SP is, és ő azt mondta, hogy alapvetően se jó az, hogyha túl rövid, a kiválasztási folyamat, mert ez sem a jelöltnek nem jó, se a, cégnek is, és ugye szemben azt lehetett látni, mondjuk egy évvel ezelőtt, mert ugye lezárult egy időszak ezzel a hogy most kicsit befagyott a piac, nem nagyon mozognak az emberek, de gyakorlatilag amíg ment ez a hatalmas túlkereseti hype, addig volt egy idő, amikor a cégek nem tudtak mit kitalálni már üzenetként kifelé, és ugye tud, tudnak sorolni ezer céget, de nem fogok, de a lényeg az, hogy, hogy egy-két éve az egy nagyon hangsúlyos üzenet volt egy csomó cégnél, hogy, hogy extra rövid kiválasztási idő, ne, akár 48 óra, stb. Te mit gondolsz erről, ez jó egyébként, vagy rossz? Üzenetnek szerintem nem feltétlenül a rossz, de én a hajlamos lennék azt gondolni, hogy, hogy ez az egész folyamat le van egyszerűsítve, akkor se számodra nem fog kiderülni sok dolog az adott cégről, és az adott cégnek is kockázat jelent ez az egész, hiszen túlságosan kevés dolgot tud meg rólad. Éppen ezért gondolnám azt, hogy, hogy, amit előbb mondtál, hogy szerintem se feltétlenül jobb, hogyha a folyamat is lerövödöl azáltal, hogy téged ajánlottak, mert az azt jelenti, hogy, hogy kockázatok maradnak bent a te oldaladon is, meg a cég oldalán is. Ez így van. Én sosem voltam ennek híve még akkor is, amikor mondjuk fejvadász oldalon ülsz, és mondjuk ennek vannak előnyei, mert hogyha gyorsan végigmegy valaki a folyamat, akkor te boldog vagy, mert gyorsan felveszik az emberedet, de szerintem ez sem az egyénnek, sem a cégnek nem jó. Én láttam extrém rövid folyamatot, és ezt pont beséltem a podcastet megelőzően, hogy volt olyan cég, akivel együtt dolgoztam, akinél egy kör volt, de úgy egy kör, hogy elmentél interjúzni, az interjú első fél órája, ez egy beszélgetés, aztán kaptál egy feladatot, amit papíron, épp egy kódár volt, papíron megoldott a fél óra ezt a feladatot, kiértékelték 10 perc alatt, és utána adtak neki egy ajánlatot ott azonnal, amit el is fogadott az egyén. Hát egy pont azzal az esettel is egyébként, hogy viszonylag nagy problémák lettek viszonylag hamar, mert kiderült, hogy a, akit felvettek, ő nem igazán szeret csapatban dolgozni, ha a filmon akarunk fogalmazni, de úgy szinte egyáltalán nem. És szerintem ez a sásznak sem volt jó, mert találhatott volna olyan helyet, ahol nem feltétlenül a csapatmunka, nincs ilyen szinten kidomborítva a csapatmunka, amit ott volt, illetve a túloldalnak sem, mert ezt nagyon hamar kiderült, hogy nem feltétlenül ezt keresték. Függetlenül attól egy nagyon jó kódár volt, tehát extrém jó képességei voltak, csak mondjuk a csapatmunka az nem a legnagyobb erőnye volt. Igen, hajlamos lennék azt gondolni, hogy ki kell dobni a, a, az interjú körökből valamit, akkor nyilván, ha rövidíteni akarod, akkor a legidőigényesebb dobott ki, tehát mondjuk ez a, az adás említett Team amire SP pont azt mondta, hogy szerint ez az egyik legfontosabb, hogy kiderüljön számodra az, hogy akikkel dolgozol, azzal egyébként egy ilyen játékosabb, kötetlenebb helyzetben, hogy tudsz viselkedni. Ő kifejezetten azt mondta, hogy szerinte, hogyha egy kiválasztási folyamatban nincs benne ez a ténfites rész, azt ő arra ő red tekint, ami intőjelként tekint gyakorlatilag. Ez így van. Én mindig ezt szoktam javasolni, és viszonylag sok helyen ezt meg is szokták fogadni. De tényleg szerintem, hogyha össze kell hasonlítani mondjuk a startupokat, vagy az enterprise cégeket, akkor szerintem szóval nagyobb arányban ez a startupoknál van, meg ez a team fit, meg ez a, ez a, fajta kulturális része. Nagyobb cégeknél is van, de ott szerintem azért nem feltétlenül annyira sűrűn fordul elő. Már csak amiatt is, hogy azért az egy elég erőforrás igényes történet. Mondjuk legyen egy, egy egyszerűség kedvéért, legyen valami agilis csak, mondjuk nyolc fővel az azt jelenti, hogy ideális esetben szeretnéd, hogy mondjuk legalább 6-7 fő ott legyen belőle egy adott időpontban, amikor az a team fit van. Ennek a nehézsége az, hogy ez nagyon el tudja tolni a folyamatot. Tehát mondjuk valaki végigment egy-kettő-három körön, is, mondjuk, egy, mondjuk a negyedik kör lenne a team fit, és mondjuk azt nem lehet egy-két hét alatt összehozni, akkor mondjuk hirtelen lesz egy három hetes interjúban egy másfél hónapos interjú. Tehát ennek mondjuk ez a nehézsége, mert egy nyolc fős csapatban mondjuk ott kettel, annak úgy sok relevanciája nincsen. Pál, hogy mondjuk lesi már lehet, az a két emberre már egyébként is eltöltöttél kétszer egy órát a folyamatban, de hasznosságát tekintve szerintem extrém szinten jó. Tehát, hogy én láttam azt, amikor mondjuk ennek egy másik szintje, amikor például bevezettek próbanapot cégek, és hogy az egyszerűen a bevállási arányon irreálisan nagyobb dobott. De az, meg a... már túltolás a Fitnek gyakorlatilag. Szerintem egyébként az egynapos próbanap az még egy egész jó dolog. Mert a, a, a jó része az, hogy nincsenek előtte túlzottan interjúk. Általában az, hogy mondjuk van egy prefilterkör, mondjuk esetleg egy ház, beugró házi feladat, egy nagyon pici házi feladat, de utána minden azon az egy napon történik. Ergó nem tart mondjuk három, négy-öt, hat hétig, hanem mondjuk legyen az, hogy másfél hét az egész folyamatod. De cserébe ugyanazt végig tudják tolni, vagy még akár minőségben is ugyanazt vég lehet tolni, mint mondjuk egy 4-5 kör alatt, illetve szerintem még olyan részeket is, például hogy elmész egy csapattal ebédelni, amit mondjuk szerintem egy, egy standard interjú folyamatban nem biztos, hogy megtapasztalsz, hogy mondjuk milyenek a kell együtt dolgoznál, amikor nem feltétlenül munka központi téma, mennyire tetszik ez neked, mennyire az a világ, amit elképzelsz. Hát de, ilyen, de hogyha ez a ez a próbanapos kör, ezt egy idő után meg kontraproduktív. Ugye arról beszéltünk, hogy ezt jellemzően cégek tehetik meg, akiknek olyan jó pozíciók van a munkaerőpiacon, hogy, hogy tulajdonképpen ezt bevállalhatják. Ugye ezt talán lehet mondani, hogy mesélted, hogy, a, hogy még a hőskorban, amikor a Prezi volt az Altimét munkaadó Magyarországon, ők három naposat kérdeztek. Viszont nálunk egy pont a három nap volt, igen. igen de most itt visszakarodok az elejére, mert ugye kicsit előre szaladtunk, hogy de az lenne még a kérdésem, hogy, hogy oké, van ez a három út, hogy betok kerül egy székhez, most ugye leválasztottuk róla ezt a, egy ismerősön keresztül, nézzük a standard útvonalakat, a felvadászon keresztül, vagy pedig én jelentkezek. Az első kérdésem az lenne, hogy, hogy van-e olyan intőjel egy munkavállaló számára, ahol már itt a leges-legelején végig kell esetleg gondolni azt, hogy érdemes ezzel a céggel foglalkozni. Szerintem mindenhol vannak intőjelek, de az intőjelben az a nehézség, hogy szerintem nagyon nagy arányban az egyénem múlik, hogy ő mit keres. Mert nem, tehát az emberek nem ugyanazt keresik egy munkáltatónál. Ugye volt pont a Discordon volt egy kérdése Zitának, aki recruiterként dolgozik itthon az egyik cégnél, hogy mik a neked a fontos dolgok egy, azt hiszem, pre-screen interjún ez volt a kérdés. És ott is látszott, hogy ezért viszonylag megosztja az embereket. Van, aki például azt mondta, hogy ő nem érdekli, hogy a, hogy a cégről meséljenek. Ő, őt ez hidegen hagyja. Őt az érdekli, hogy mivel, milyen technológiával fog foglalkozni, milyen, milyen, a csapat. Még simán lehet, hogy, és ott a kommentekből is látszott, hogy valakit megviszont, a teljesen másik része érdekel. És akkor ez a nehézsége ennek, hogy, hogy mindenkinek az igényét viszonylag nehéz egyébként lefedni, de ettől függetlenül szerintem vannak alapintő jelek egyébként egy folyamatban. Tehát, hogyha valamit például megígérnek neked mondjuk az első lépésnél például a recruiter azt mondja, hogy mondjuk küldünk neked egy házi feladatot, és akkor az, annak van mondjuk egy bizonyos terjedelme, amit vissza kell kiderül, hogy ez valójában háromszor akkor az a feladat, nem is egyértelműek benne mondjuk az instrukciók rákérdezel, nem tehát vannak ilyen nagyon alap dolgok, ami, ami nyilván red flag, vagy, nem feltétlenül ideálisak, de az elején szerintem még nehéz látni a folyamat alatt, már hogy benne vagy a folyamatban szerintem ott már sokkal több mindent fogsz látni. Például amikor a leendő mondjuk line eddel van beszélgetés, hogy mondjuk a line manager az mondjuk hasonló értékeket képvisel, mint amit te mondjuk korábban szerettél, vagy szeretnél olyan emberrel együtt dolgozni. ezek később szerintem több minden dolog derül ki, mint a legelején. De mondjuk, ha kiderül, hogy például van olyan industria, ami neked nem tetszik, mert mondjuk ellene, vagyis mondjuk kiderül az első körön, hát akkor az ott ja, mondjuk megold dolgokat, és azt mondjuk kiderül, hogy te a bankban nem akarsz dolgozni, és kiderül, mert én még mondjuk nem tudtad, de ott derül fényel, az egy bank, akkor persze ilyenek vannak, de ilyen óriás átfegek szerintem úgy nagyon nincsenek. Vagy az hát elején... ez nagyon specifikus, hogy kinek mi lehet. Aha. És ugye ö, a visszatérő kicsit a fejvadászokra, az talán még egy lépéssel hosszabb, mintha csak jelentkezné valahova van valami praktikus dolog, amit az emberek tudni kell, mondjuk a felvadászokkal van a kommunikációban, stb. Mert ugye a, ebben az esetben hogy a fejvadász visz téged tovább a, a, belső rekrúterhez, ha jelentkez, akkor meg egyből ott landolsz. Szerintem a különbség igazából az, hogyha mondjuk egy agency-vel beszélgetsz, akkor a fejvadász általában több céggel van kapcsolatban, még hogyha egy rekrúteren kezdte bejelentkező cég, akkor az egyértelmű az egy cég. Tehát a fejvadásznál, pláne mondjuk egy vagy valamennyire általános stekker rendelkezel, vagy mondjuk általános tudással rendelkezel, most nem feltétlenül fejlesztőre gondoljunk, de lehet az, hogy mondjuk te termékfejlesztéssel foglalkozó, produktos vagy, és simán lehet, hogy annak a cégnek a portfóliójában, vannak az agency a portfóliójában, mondjuk három cég, ami neked jó lehet. Tehát ez egy nagyon más működés szerintem, amikor agency keresztül pályázol, mert ott soha nem tudhatod, hogy mikor lesz egy olyan pozíció, ami neked tényleg mondjuk az álompozíciód mint mondjuk a bejelentkezel egy valamilyen céghez, akkor tudod, hogy az a cég az, ami valószínűleg nagyon nem fog változni, bár lehet, hogy hirtelen felvásárolja valaki, felvásárolja holnap a Netflix is, akkor az lesz az állam munkája, dolgozni akartál, de mondjuk erre mondjuk viszonylag kicsi az esély, de egy fejvadásznál sosem tudhatod, hogy milyen pozíciói, vagy milyen cégek vannak éppen a portfóliójában, és szerintem ebbe egy érdemes valamennyire belemenni az elég, hogy lehet, hogy mondjuk egy fejvadász téged levadász direktbe, és mondjuk egy adott pozícióra próbál téged valahova elhelyezni, de ott például simán lehet, hogy mellette mondjuk van két másik három lehetőség, vagy olyan, ami téged mondjuk jobban érdekel a portfóliójukba, és akkor mondjuk afelé orientálódnál. Tehát, hogy ott szerintem van egy ilyen mellékszál is, amin így el lehet indulni. Oké, okay, és most eljutottunk oda, hogy oké, okay, a fejvadásszal beszéltél, ő átdob tovább a, a belső rekrútereknek, vagy pedig eleve már te jelentkeztél. Ott mi történik egyébként, hogy áttérben van egy rendszer, ugye erről beszélgettünk, ez az volt, hogy ezt általában azért nem minden rájt, -right, és tudja, hogy hívják ezeket, ATS talán? Így van, nagy arányban nem minden cégnél, de nagy arányban vannak ATS rendszerek, ez az AT, Applicant Tracking systemnek hívják ez a jelöltkezelő rendszer, már ezt így nem nagyon használja senki, de általában be kerül be valakinek az önéletrajza. Tehát akár te LinkedIn-en keresztül jelentkezelve, amik nagy arányban LinkedIn integrálva vannak különböző rendszerekkel, vagy te valakinek a weboldalán jelentkezelve, azok is általában be vannak integrálva. Tehát, hogy bár, bármilyen csatornán keresztül jelentkezelve, nagyon nagyon fontos, hogy nem mindenhol, nem is 90%-a kávé van valamilyen rendszer akkor te ugyanabba a sebb a végén, ahova különböző oldalakról vagy csatornákon keresztül beesik mindenki, és akkor a recruiternek általában landolsz az e-mail fiókjába, vagy az ATS rendszeri, vagy az ő saját accountjába, és ő látja, hogy kik jelentkeztek be, kitett egy hirdetést, és akkor oda mindenki bejön. Van mondjuk egy egy-két hetes periódus, amin keresztül ők összegyűjtenek szíviket, és utána jön az a rész, hogy nagy arányban a rekrúterek ezeket lefilterezik. Tehát mondjuk van 50 életrajzom, van egy bizonyos... Uh output, amit elbír a rendszer, hogy hány embert tudtak egyszerre interjúztatni, és akkor mondjuk kifilterezi ebből mondjuk az egyharmadát, amivel tovább mennek, és a kétharmadát vagy elutasítják, vagy esetleg, ha azt nézik, hogy van valakinek egy olyan skillset, ami mondjuk erre a pozícióra nem ideális, de másikra igen, akkor mondjuk esetleg átviszik egyébként egy másik pozícióra, és arról értesítik, és azzal mennek tovább. A nagy arányban egyébként úgy indul, hogy a recruiter megnézi az anyagokat, és ők döntik ki, hogy kikkel mennek, vagy nem mennek tovább. Ahol van ilyen LTS rendszer, ahogy mondtad, a komolyabb cégeknél, igen, az is az alapértelmezett, hogy elutasítanak, akkor is kapsz egy üzenetet, ugye? Mert hogy ez a rendszernek a, vagy nem feltétlenül, ez a rendszernek gondolom egy feature-el, hogy egy, egy és kapod az elutasítást, de egy udvarias elutasítást. Így van. Hát ugye ez, ez másokszor, már ugye ez egy nehézség, hogy te személyes vagy nem személyes elutasítást kapsz. Azért nagy arányban, amikor még valakivel nem volt interjú, azok általában sablonüzenetek. Szinte mindig sablonüzenetek nem nagyon van erőforrása egy cégnek arra, hogy több száz vagy akár ezer embernek személyes üzeneteket írjon, tehát nem, nem, tudsz egyszerűen ennyi időt beleölni. Nekem munkáltatóként ne érezzem a személyes sértésnek, ha mondjuk egy teljesen formalizált automata levelet kapok. Én mindig a személyes válasznak voltam a híve. Tehát, hogy én mindig úgy voltam ezzel, hogy szerintem, ha a fontos neked, hogy valaki emlékezzen rád, hogy fontos neked az, hogy mondjuk valaki bejelentkezem még egyszer, akkor azt szerintem az, mindenki, az, mindig egy pluszpont lesz, hogy te személyesen visszaírsz valakinek. Um, de, de ugyanakkor tisztán vagyok azzal, hogy egy bizonyos méret, hogy ez lehetetlen. Tehát egyszerűen olyan mennyiségű anyag folyik át rendszereken, hogy nincs anya, nem létezik akkor emberi erőforrás, hogy ezt végig tud csinálni. Akkor ilyenkor csak egy gombnyomás, és megy az automatikus. Ez emberet. így, gombnyomás, és mondjuk az ott esetben 30, vagy 40, vagy 100 embernek kimegy azonnal az e-mail. Uh -huh. Oké, okay, és akkor mondjuk, hogy a, a filterezésen túljutottál, ugye az, ott jön az a kör, hogy, hogy találkoztok, vagy pedig egy online interjú. Vagy internet, online, most nagy arányban online. Ugye nekem pedig érdekes az volt az első kérdés, amikor beszélgettünk itt a háttérben, hogy, hogy szokás-e az, hogy felhívnak előtte? Csak egy ilyen kis minimál beszélgetés. Én, én, hajlamos lennék azt gondolni, hogy, hogy így kicsit megolajozza az egészet, hogyha van már előtte, kicsit fesztelenebb lesz az egész, van előtte egy ilyen minimál beszélgetés, hogy mondjuk telefonon egyeztetik le az időpontot, vagy valami, de ezek szerint ez nem jellemző. Vannak még helyeken, ahol ez megy, de még összehasonlítva, tíz évvel ezelőtthez képest, akkor még nagyon telefondomináns volt minden. De hát akkor még emlékszem, a, a, azt csinálták cégek, nagy enterprise cégek is, hogy hideg hívtak mindenkit. Tehát hogy konkrétan fölmentek mondjuk a profession.hu-ra adatbázis, kiszűrték belőle 200 telefonszámot, és akkor egyenként hívtad, hogy hello, szia, gyere hozzánk dolgozni. Ma már ezek nem nagyon történnek meg. Tehát, hogy ma már a telefon az nagyon más szerepet tölt be, úgyhogy ennek megfelelően mondjuk elsőkörös interjúknál is nagy arányban, ez most már online, pláne a Covid-dal, a Covid az szinte teljesen a telefonozást, azt így ápusztította nagyon kis arányban. Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy azért annyit változott ez a szakma az elmúlt években, hogy sok ilyen személyes dolog az kiesett belőle. De ez csak a számossága és a hatékonysága miatt van, van így. Ettől még persze működik a telefon. Tehát az fontos, hogy amikor valaki interjúra megy, akkor a telefonszámok mindig megvannak. Ha valaki elkésik, akkor tud szólni, vagy hogyha valami van, a túloldal tudja értesíteni. Tehát, hogy ezekben az esetekben a telefon még mindig működik meg kell is. Tehát folyamatok nagyon-nagyon ritkán indulnak el, úgyhogy nincs megadva mondjuk egy jelöltnek a telefonszáma. Ah, és akkor, oké, eljutottál, el, leegyeztetted egy időpontot. El, első körben ugye mindig a kapóörök, ugye volt is egy ilyen adás a Szia Bér, hogy a belső rekrúterekkel leülsz, és velük van egy beszélgetés. Ugye nyilván nem mindenki hallott azt az adást, de egy dióhéjban nagyjából, hogy mire kell számítani, hogy mi a szerepe a, a, a belső rekrúternek a folyamatban, mert ugye. Ebben az esetben ugye nincs ott olyan kolléga, aki adott esetben mondjuk jellemzően, aki technikai oldalt képviseli. A rekrúternek igazából az elsőleges szerepe az, hogy kiszűrje a túloldalnak az alkalmasságát egy adott pozícióra. Bizonyos esetekben nem is feltétlenül az adott pozícióra, hanem mondjuk a cégben milyen erőforrásként tudnak mondjuk valakit hasznosítani. Mondjuk egy a legideálisabb helyzet az, amikor a rekrúter nagy arányban tisztában van a cégnél előforduló pozíciókkal. Ez nem mindig van így, ez egy nehézség. Egy bizonyos méret fölött ez nagyon szét van szabdalva, és te mondjuk dolgozóhat különböző pozíción, és nem, nem, lehet azt elvárni valakitől, pláne enterprise méretben, tehát, hogy mondjuk száz pozícióval tisztában legyél. Tehát azt most már viszonylag nehéz fejben játszani ezzel. De a legideálisabb az, pláne nagyon kisebb cégekről beszél Magyarországon azért nem feltétlenül vannak óriás monster cégek, hogy te mondjuk a teljes céges pozíciókkal tisztában legyél, függetlenül attól, hogy amíg valaki valakivel lett szembeül, hogy milyen pozícióra pályázik. Ez azért van, mert nagyon sokszor kiderül, hogy nem feltétlenül azt keresi valaki, mint ami mondjuk feltételezhető volt a pályázatából, vagy a cv -jébe. Hát ott sok meglepetés tud történni, de tényleg az elsődleges feladat egyébként a rekrutárnak az, hogy felméri azt, hogy aki a szembe vagy aki online akivel be beszélget, ő milyen arányban alkalmas arra a pozícióra, amire mondjuk bejelentkezett, vagy megkeresték, vagy a fejvadász küldte, vagy pármi, vagy ajánlotta valaki. Most kicsit megint visszahivatkozva a Szia BIR-re. ugye ott arról beszélgettünk, hogy egy általában egy megfogadalmazott kritika a belső rekruterekkel kapcsolatban, hogy hogy mondjuk így az IT Harsky részhez kevésbé értenek, ezt hogy kitárgyaltuk ennek a különböző okait, nem is akarok ebbe belemenni, de hogy ennek megfelelően egyébként a belső recruiter az inkább azt vizsgálja, hogy egyébként a, a megfelelőek, vagy hogy, hogy, Tehát, hogy... Általában a hard nem nagyon mennek bele. Uh -huh. ami, ami, szerintem ideális is, már csak azért is, mert tételezzük fel, hogy egy olyan recruiter a túloldalon, hogy nagyon kemény it is hátterő fejlesztő volt. De igazából az sem releváns. Azért nem releváns, mert a cégek elvárásai nagyon erősen tudnak különbözni egymástól. Hát én nem egyszer futottam bele abba, hogy valaki egy, egy tényleg E++ játékos egy cégnél imádják ő a legjobb, miközben egyébként máshol korábban dolgozott meg ezzel, visz, ezzel ellentétes, viszonylag erősen ellentétes vélemények voltak nagyon nehéz egyébként valakit száz százalékig objektívan megítélni, meg nagyon kevés olyan ember van, aki mindenhol tökéletesen tud funkcionálni, és akár az szoszkér részét, akár a hátszkér részét is nézett. Tehát simán, majd mondok egy példát mondjuk a hátszkérre, mert a hozzkér az egy, az egy másik része ennek, de mondjuk, hogy a hard nézzük, legyen mondjuk az egyszerűség kedvéért egy fejlesztő, egy Java fejlesztő. Van olyan cég, ahol neked az a legideálisabb, ha valaki extrém szinten up to date a legújabb Java verziókban, mert ők, ők, folyamatosan egyébként lépkednek ebbe, a legjobb új feature-ökkel egy ilyen tisztába, Úgy, de király, valami open source kontribútor, hogy szuper, ezt nálunk tudod hasznosítani. Még van olyan cég, aki mondjuk egy 10 évvel ezelőtti verziót használ, marginális feature fejlesztés van, ezért ezek a skill skillek, mondjuk az, hogy tették tisztá, hogy a legújabb dolgokkal meg ez érdekel, az azon a helyen nem fog működni pedig te Java fejlesztő vagy, és mindkét cég Java fejlesztőt keres, de hogy nagyon különböző tud lenni, hogy pontosan mi az, amit egyébként a cég keres valakiben, és ez a hard is vonatkozik. Ezért, ezért szerintem teljesen felesleges is lenne első körben nagyon így a hard skill foglalkozni, mert az majd úgyis része a folyamatnak, tehát hogy majd lesz mondjuk valamilyen online challenge, házi feladat, tehát valami, valahol megnézik, majd a technológiai részét meg lesz majd beszélgetés is mondjuk tek emberekkel, akik konkrétan az adott céget, meg az adott problémákat tudják majd képviselni neked. Oké, okay, akkor... Ö, mert ugye nyilván, ö, a, amikor úgy gondolok, hogy az ember, aki ezt a műsort hallgatja, lehet annak is sokat jár, 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 jár interjúra, tehát hogy csak bizonyos részé leszek számára, mondjuk is érdekesek, de mondjuk nyilván sokan ember van, aki lehozott 5-6 évet mondjuk egy adott cégnél, most gondolkodik rajta, neked egy csomó lesz. Amikor beszélsz a belső rekrúterekkel, és hogy azt beszéltek, hogy ez nem kifejezetten egy hard skill fókuszú beszélgetés, akkor ott effektíve őket mit akarnak kideríteni rólad, mit tudhatnak meg rólad, és neked mit kell tenned ahhoz, hogy ebből a beszélgetésből a létező legjobban jöjjél ki? Hát, nagy arányban egyébként azon szoktak végigmenni, ami a korábbi tapasztalataidhoz köthető. Tehát amikor te beszélgetsz egy rekrúterrel, akkor azon mentek végig, ha mondjuk neked van egy önéletrajzod, és akkor megnézitek, hogy a, az öt évvel ezelőtti cégnél te abban a pozícióban mit csináltál, pontosan ez hogy nézett ki. Ez ugye nagyon nagy, mert egy önéletrajz, ez egy kivonata korábbi szakmai karrierednek, de nem a teljes leképezése. Tehát abban nagyon sokszor lehetnek lyukak, simán lehet, hogy például konkrét lyukak vannak bele hogy mondjuk van egy év, amikor te nem dolgoztál, szuper, akkor mi történt veled? Tehát hogy végigmennek egyébként tényleg a szakmai életutadon, és ennek van nyilván az a soft skill része is, ha mondjuk legyen az, hogy konkrét eset, hogy ez a viszonylag sokszor lehet találkozni, hogy valakinek lyukak vannak az ön életrajzában, ami elég sokszor érdekli a munkáltatót, vagy a másik opció, hogy nagyon sokszor váltottál. hogy 5 év, 8 munkahely, vagy vannak ennél még szélsőségebb esetek is, amíg egy 5 év, 8 munkahely. Mi történt? Azért ez egy viszonylag fontos része, hogyha te elmész valahol dolgozni, hogy nem meddig tudnak rád számítani, hogy te mondjuk, nem tudom, fél év után neked mindig elég, és lépsz, vagy vagy hogy mi az oka annak? És ott hát igazából végigmentek ezen a, ezen a mm. nagy részt szakmai múltadon, és ez szerintem az alap, ez a legfontosabb része szerintem, ami ott történik. Persze egyébként ezek mellett még végigmentek a, a fontos része, mondjuk az anyagi ellentételezésen, mi az, amit szeretnél, hogy néz ki a te oldaladról. Ez már felmerül ott gyakorlatilag. Ez Ez nagy arányban már az első körben felmerül általában azért is, mert fontos dolog, hogy mondjuk a te elvárásod az így meccseljen a céges elvárásokkal. Mert ez mindenkinek szuper kellemet, ami egyébként ettől függetlenül meg szokott történni, hogy te végigmész egy folyamatosan legvégén kiderül, hogy hát ott van egy viszonylag nagy kepa mondjuk az elvárás. Hát tessék és is ezt, a tessék, akkor ez például a red, flag, hogy, hogy nem esik szó a bérigényedről. Bár még nem tudom elképzelni. Nem, Szépen, nem, nem tudom. A feltétlenül red flag, ha a cég bármit kifizet, de amúgy azért az viszonylag ritka. Tehát, én az a, tehát a, a kedvenc beszélgetéseim, amikor azt mondja egy munkátot, hogy bármit kifizet, és mondasz egy számot, és leakadnak, hogy hát annyit nem. Ez általában így szokott történni, tehát a bármi az általában nem létezik. De az egy viszonylag fura dolog, hogyha az első körben nem kerül szóba. Tehát akár az, akár az, hogy mondjuk megemlíti a recruiter, hogy mi az a range, amiben ők mozognak, tehát nem kell feltétlenül azt tudni, hogy mit szeretne a jelentkező, de annak el kell hangzolni, hogy konkrétan mi az a sáv, amiben egyébként ők nagy arányban tudnak mozogni, mert anélkül szerintem, hogy ez rá tudom, és ez viszont a központi téma is, hogy, hogy, feltünteti például az álláshirdetésében a munkáltató, vagy nem. Ugye vannak olyan platformok, amik már ezzel operálnak, de, de igen, ennek, ennek egyébként is a fontos, hogy... Ugye érdekes, részlenyem. hogy a, a, a szintén visszajövetkező a szia Bére, ott a lányok mesélték azt, hogy, hogy ez az állásinterjú, ez, ez nem csak a jelöltnek okoz bizonyos fokú stresszt, hanem a sok esetben a rekrútereknek is. Mennyire szél egy rekrúternek az, hogy kimozgasson téged a komfortzónádból? Tehát ez egy gyakori dolog, hogy például úgy, úgy megizzasztanak téged ott az interjú, vagy ez cél lehet? Én ebben nem hiszek. Tehát, hogy én tudom, hogy vannak ilyen módszertanok, meg tudom, hogy, hogy bizonyos line menedzserek szeretnek ilyet csinálni, hogy stressz helyzetet generálnak, azt gondolva, hogy ezzel mondjuk a a napi munkát tudod valamilyen arányban stimulálni, vagy szimulálni igazából, de én szerintem ez egy teljesen őrült ötlet. Tehát, hogy én, nem, én ebben nem hiszek, én, én sem interjúztam így, illetve a cégek, akik együtt dolgozok, vagy képviseltem, ez, ez nem igazából dominás, és helyzetet generálnak, mert hogy igazából azért a te környezetben olyan effektív, extrém nagy stressz helyzet nem viszonylag ritkán van. Tehát az, hogy, hogy valaki, konkrétan volt ilyen korábbi, nem dolgoztam azzal a céggel, hogy ott az egy megszokott dolog volt, hogy, hogy olyan helyzeteket generáltak a, a, a fejlesztőknek, hogy ilyen brutális deadline -ok vannak, és most, és most el kell végezni, és ma még négy órát itt kell töltened, és hogy ha nem, akkor itt óriás problémák lesznek, és anyagi, anyagi problémái lesznek a cégnek. Nagyon szürreális dolgokat kreáltak az interjúkon, ami nyilván viszonylag távol volt a valóság, csak azt akartak megnézni, hogy, hogy valaki ára, hogy reagál. Egy konkrétan tesztelték a jelöltet. Így van. Tehát hogy voltak ilyenek, amit én nem akkor sem értettem, hogy ez miért jó. Tudom, hogy ennek van egyébként egy óriás hagyománya, meg, meg így az amerikai kultúrában például ott azért nagyobb arányban ez benne van, de szerintem akkor valid ez a dolog, ha effektív tényleg ez fog valakire várni, mert akkor tök oké. Okay. Tehát hogyha ez egy ilyen ultimis stressz helyzet, és, és valaki azt várja el tőled, hogy a napi 8 óra helyett ott ilyen 10-12 órák vannak, és akkor ezt megnézik, hogy ez bírod. tök oké. Okay. De az, hogy hogy teljesen feleslegesen szivatod a túloldalt stressz, stressz szimulálva, azt szerintem teljesen értelmetlen. Én meg ennek, ennek teljesen az ellentétét képviselem, hogy szerintem az a legideálisabb, hogyha valakivel teljesen korrektül, és inkább egy ilyen általános beszélgetést viszál végig, és nem ebben részben is bele. Ugye az, az adás megbeszéltük, hogy a szívikről nem fogunk beszélni, hogy hagyjuk ezt az olyan témát, de én mindig kíváncsi voltam arra, hogy mindig beleírják a hobbiukat, meg általában a legtöbb formában ez egy, fixelem. Mi a jelentőség ennek? Tehát, kiderül rólam valami, vagy, 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 Ez egy érdekes dolog. Én, én, mielőtt ezzel kezdtem foglalkozni, azt gondoltam, hogy ez egy... Mindenki beleírja. Azért te is beleírod, és hogy igazán nem gondoltam át, hogy ennek van a jelentősége, de aztán a túloldalon vagy egy pár ezer interjú után, az egy nagyon jó dolog, hogyha ha beleteszel kapcsolódási pontokat a túloldalnak. Mert nagyon sokat tud oldani szerintem a beszélgetésen, ha vannak olyan témák, ami nem csak a munkához köthető. Mondjuk neked tényleg a kedve volt, pont, pont meséltem ezt a podcastot megelőzően, hogy volt egy srác például, nagyon-nagyon nehéz volt beszélgetni. Tőmondatokban fogalmazott, átszólott, hogy ugye beszélgetés, nem az erőssége, nem nagyon szeret beszélgetni, és nagy nehezen egy 20 percig eljutottunk egy interjún, ami, ami nagyon fura volt, hogy 20 percet alig bírtunk kiúzni, de aztán kiderült, hogy, hogy nagy csillagkapu van. Benne volt az ön életrajzában legvégén, hogy ő szereti a csillagkapu sorozatot, ami például pont én is néztem viszonylag sokáig és az teljesen feloldotta a beszélgetést, de az előtt tényleg egy pokol volt. Tehát hogy egyszerűen... Tehát nagy... elvileg ez a funkciója, hogy ilyen kapcsolódás... Én azt gondolom, hogy szerintem kapcsolódási pontokat generál, és azt szerintem mindenkinek könnyebbé teheti a beszélgetés. Neked is csak jó, mert kiderül, hogy te egy óriás gamer vagy, és League of Legends a kedvenc játékod, és mondjuk a túloldalon is valakinek pont ez, és akkor már szerintem az így nagyon sokat old a hangulata, és nem, nem, lesz benne egy ilyen nagyon semmi. És erre a részre, hogy az volt a, az az ártam, hogy azt is beszélget, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ebből a beszélgetésből a legjobban kijöjjél. Tehát, hogy ezeket előnyök, hogy mindent tudsz a cv meg kiolvasod az utolsó Wikipédia bejegyzést, vagy tehát, hogy visszakérdezel, vagy érdeklődő, vagy... Szerintem az alap dolgok egyébként, vagy ha mondjuk top három dolgot nézünk, az egyik az, hogy fel kell készülnöd. Tehát fel kell készülnöd a cégből, ha van álláshirdetés, vagy ha nem is tetszik az álláshirdetés, mert azt gondolod, hogy ez egy fos, vagy nem jó van, akkor is tud, hogy mi van a hirdetésben. Tehát még ha te valahol bejelentkeztél, akkor tud, hogy mire jelentkeztél be. Mert én nem egyszer találkoztam azzal, hogy utólag derült. Ja, hát én ezt nem olvastam el az egy kellemetlen téma, amikor egy tekinterjún valamire rákérdeznek, te nem értesz hozzá, és egy viszonylag egyértelmű, ki volt emelve az ön vagy a pályázatban, és ott tényleg egyértelműen látszó, feketén ki volt emelve, hogy ez kell egyébként a cégnek, és ez egy alapvárás, de valaki nem olvasta Tehát szerintem tényleg az első dolog az, hogy készülj fel, nézd meg, hogy hova pályázol, nézd meg a céget, pontosan menj át az elvárásokon, és akkor ennek megfelelően, hogyha még ha nem is értesz feltétlenül, valami, ezt tud, hogy az ott felmerülhet. De az, hogy valami téged sokként ér, ami benne volt a leírásban, az fura. Hát az, az, szerintem nem ideális. A, hát a másik pedig ez, hogy a kérdezés, az nagyon fontos része, hogy kérdezz. Tehát a bármi nem egyértelmű kérdez, ez egy teljesen természetes dolog a túloldal, az inkább örül annak, hogy kérdezel, mint hogy nem. Persze, nyilván van ebben egy ilyen sweet spot, hogy ne kérdezz másfél órán keresztül folyamatosan, van be, szerintem egy ilyen optimális középút, de, de a kérdések, tehát hogy legyenek kérdései, legyél érdeklődő. Tehát én is azt szeretném felvenni a cégem, ez a kérdéket, én úgy jön hozzám, hogy érdekli az, amit csinálok, vagy csinálunk, vagy amit mondjuk a, a, csapatok csinálnak, nem feltétlenül az, aki csak végighallgatja, hogy én mit mesélek a cégről, és akkor azt mondja, hogy na jó, sziasztok, majd, majd megnézzük, de hogy akkor mi lesz. Gyakorlatilag erre a részre tekintetünk, hogy mit egy első randira. El kell adnod magad, és alapvetét a személyiséged, és meg hogy meglegyen a kémia a, a, céggel, a rekrúterekkel. Tehát effektíve akkor tulajdonképpen ez a legegyszerűbb kör, ha hajlamos lennék azt gondolni, nem? Hát ja, mondja, én azt gondolom, jó, hogy az... Antiszociális, szociális, de... hogy akkor nyilván nem. Nem, meg, meg szerintem abból a szempontból nehéz, hogy sokan izgulnak. Szerintem ez egy nehéz része, hogy én nem egyszer találkoztam azzal, hogy amiatt, ahogy én beszélgetek az emberekkel, az általában egy, egy viszonylag laza beszélgetés. De ahogy valaki mondjuk ezután kikerül mondjuk egy ügyfélhez is valakivel beszél a túloldalon, és mondjuk stílusban mondjuk egy eltérő személyiséggel találkozik, akkor mondjuk befagy. Vagy, vagy mondjuk tényleg nem feltétlenül azt tudja elmondani magáról, ami egyébként megvan benne, vagy amit, ami tényleg egyértelműen a szakmai útja alapján logikus lenne. Tehát szerintem van az emberekben egy ilyen druk, meg van egy ilyen izgalmi faktor is, és én ezért egyébként például azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon régóta nem interjúzott, mondjuk nagyon régóta mondjuk négy-öt éve nem interjúzott, vagy nincsen nagyobb tapasztalata, akkor érdemes ebbe valamennyi rutint újra szerezni, vagy egy plánál akkor meg, akkor meg még inkább, mert Viszonylag kicsi az esély, hogy mondjuk te elkezdesz pályázni cégekhez, és mondjuk az első helyen, az első interjúra a legjobb fog otozni arra szerintem viszonylag kicsi az esély. Tehát ez ugyanolyan, mint, mint amit említettél, a randizás. Az is egyébként gyakorlása, vagy ha nem randiztál tíz éve, én éppen elválsz, hát megnézzük, hogy ez hogy fog menni ahhoz képest, ha mondjuk tíz éve folyamatosan ezt csinálhatod, vagy mondjuk egy jobb benne volt. Ez ugyanolyan dolog, hogy gyakorolni kell. De ugye akkor itt jön az a közhely, hogy egyébként a árogatni helyjárogatni állásinterjúkra, ha e, effektíven is kerülsen melód, csak hogy így hogy ne kopják ki ebből a kvázi rutinból. És akkor az azt, hogy oké, okay, lezárult ez a folyamat, és akkor van ez az ATS rendszer, akkor ott, ott kap egy pecsétet a jelölt a rendszeren belül. Jó esetben kapsz egy pecsétet. Igen, jó esetben kapsz egy pecsétet. Ezek a rendszerek egyébként, tehát nyilván nem gondolom, hogy csak egy pipát beöjjszelnek és mehetsz a következő körre, hanem, hanem a, a recruiter, miután befejeztétek ezt, gyakorlatilag gondolom van egy felület, ahol egy csomó meglátást veled kapcsolatban felvisz ebbe a rendszerbe. De ugye, és ez egy érdekes pont, és nekem talán, amikor beszélgettünk előtt, ez volt a legérdekesebb, hogy optimális esetben a következő körben nem látják, hogy mit írt róla a recruiter. És ez azért nagyon fontos elmondani, persze azért is elmondta, ez nem mindig igaz, mert lehet, hogy a rendszer nem mutatja meg a technikai körben, hogy mit mondott a rekrúter, de attól még ők találkozhatnak és válthatnak erről pár mondatot, de ha mondjuk nem sikerül annyira jól adott esetben, hogy úgy érzed, hogy nem sikerült jól, akkor nem kell túl görcsölni, mert van szanszod arra, hogy a következő körben, amikor továbbmész valakihez, akkor az esetleges agályok veled kapcsolatban, azok nem kerülnek át a következő körbe, hanem kvázi tiszta lappal indulsz. Ez így van. Elég sok cég törekedik arra, hogy ne feltétlenül befolyásolják egymást az emberek. Ami papíron nagyon jó, hangzik, de ezt elérni nagyon nehéz. Pont ebből kifújul, amit te is mondtál, hogy van ennek egy informális része. Tehát nagyon sokszor elmennek az emberek kávézni, ebédelnek és beszélnek jelöltekről, ami, ami egyébként teljesen természetes, de papíron, pláne különböző rendszerekkel ezt meg lehet egyébként oldani, hogy mindenkinek teljesen különböző vélemény, vagy különbözően tud egyébként véleményt formálni, és nem feltétlenül azon megy végig, hogy mondjuk volt mondjuk egy köre valakinek az első köre, és abban mondjuk voltak nagyobb kérdőjelek is, akkor ezek mentén mennek végig, hanem önállóan formálnak véleményt. Ezt erre elég sok cég törekedik, szerintem ez száz megcsinálni elég nehéz. De, de, ez is egyébként szerintem valamennyire egy céges kultúra függő, hogy ki mit preferál. Valaki például azt szereti, hogy végig beszélnek minden körben, minden jelöltet, és, és ők ebben hisznek. De szerintem valamennyire ez kicsit ilyen hitkérdés is. De ezek a rendszerek egyébként bármit be lehet állítani. Azt, hogy senki nem lát semmit, azt, hogy mindenki mindent lát, végtelenségig tudod kusztomizálni ezeket a különböző a stage meg, meg infó részeket. És ugye átmész a következő körbe, egyébként mi, mi az általános, hogy hány kör van? Hát igen, ezt, ezt így próbáltam én is összefrakni. Nehéz, mert ha például van próbanap, akkor ezek a körök ezek teljesen máshogy működnek. Tehát próbanap vagy, akkor ez, ennek ilyen nagy relevanciája nincs is, itt végigmegyünk, de ez még azért ritka a próbanap nagy arányban mondjuk én egy négy körrel számolnék. Szerintem az egy viszonylag általános három vagy négy kör. Tehát a recruiter után, a belső recruiter után, plusz még előtte lehetett fejvadász is, még jöhet akár három kör is. Ez így van. Van, ahol úgy néz ki, Na, no, szerintem a legnagyobb arányban talán úgy néz ki, hogy a recruiter után van egy házi feladat. Akkor is a te fejlesztő, vagy akkor is a te produktos, vagy tesztelő. Nagy arányban ott egy házi feladat. Nem mindenhol, de általában utána következik egy házi feladat. Van, ahol ezt még megelőzi még egy interjú, ahol mondjuk a lendő line manager -e, de meg te emberekkel beszélgetsz, és azt követően kapsz egy házi feladatot, az viszonylag ritka, amikor nincs házi feladat, bár van olyan is, de az ritkább. De, de általában ez a menet, hogy mondjuk a recruiter küld neked egy házi feladatot, akár egy online teszt, vagy saját, bármi, tehát hogy millió változatának. Nem is nagyon akarok ebbe belemenni, mert annyi fajta van, hogy ez de azt ez tűnt. már a háttérkirétre vonatkozik? Az már, az már nagy arányban a háttérkirétre vonatkozik. Azért mondom, hogy nagy arányban, mert sokszor van a házi feladatnak egy kiértékelés része is, ami van, amikor úgy zajlik, hogy ez egy beszélgetés. És akkor te például azt a problémát miért úgy akartad megoldani, milyen más opciók lehetnek rá, tehát hogy ott már ott már igazából jobban bele lehet menni az egyén gondolkodásmódjába, logikájába, tehát nagyon sokszor ez is része egyébként a folyamatnak, de hogy ez már opcionális, tehát hogy itt már igazából viszonylag erősen függ a cégtől. Tehát mondjuk van a recruiter, kaptál egy fel, házi feladatot, azt visszaküldted, sikeresen teljesítetted, azt követően szokott lenni egy klasszikusabb tech interjú, amikor lendő csapattagok adott esetben fejlesztő, hiring manager, ennek bármilyen kombójába ülnek bent emberek, és ott már nagy arányban egyébként a tech dominancia, és mondjuk kisebb arányban a soft skill dominancia. Azt a az nagyon nagy, a rekruterek mérik, de ez is cégfüggő. Azért nem szeretek általásítani, mert tudok olyan cégekről, a Szoszki végig nagyon domináns. Akkor is, amikor te interjúd van. Hogy te hogy kommunikálsz, te mennyire vagy érdeklődő, mennyire csapatban tudod elképzelni magad, mennyire, mennyire egyénben szeretnél inkább gondolkozni, és, és inkább de Mondjuk ezt... nem lepődök meg, mert amikor talán a nem szeretnék menedzserlenni, mi készültünk, akkor a több is beszéltem arról, hogy mondjuk a szenőritás, mint olyan, hogy van náluk uh, mérve. És az a meg, számomra, hogy nyilván aki ezzel foglalkozik, annak annyira nem meglepő, hogy manapság abszolút egy soft skill heavy volt az egész. Tehát azt mondták, hogy sokkal inkább, a, sokkal inkább domináltak ezek a képességek. Ez, ez, ha egy valamit kell mondani, mi változott nagyon sokat mondjuk 2012 és 3 hoz képest, az ez. Régen nagyon erősen a hard skill ek domináltak, és szinte mindent felülírtak. Tehát az, hogy te milyen, milyen, milyen házi feladatot írtál, mekkora open source kontribútor vagy, ez nagyjából tényleg, ez volt a, szerintem 80-90%-át elvitt az értékelésnek. Ma már szerintem ezek az arányok nagyon máshol vannak, akár szerintem 50-50, de tudok olyan helyekről, ahol még szerintem a skill még hangsúlyosabb. Tehát az, hogy mennyire érdekel téged az, hogy milyen a termék, amin dolgozol aki a termékedet használja, a customerek, az mennyire érdekel téged, hogy amilyen kódot írsz, vagy amilyen feature-öket szállítasz, annak milyen hatása lesz egy ponton, mondjuk arra, aki fizetni fog a termékedért. Tehát, hogy tényleg olyan részek lettek egyébként beépítve a folyamatban, meg olyan részekkel kell foglalkozni, ami régen nem volt elvárt, és én láttam egyébként óriás csodálkozásokat ezzel kapcsolatban, amikor ez hiring folyamat lészelett, hogy mondjuk például beszél a termékről. Tehát én fejlesztő vagyok. De a nap végén terméket fejlesztesz, tehát nem tudod igazából izolálni magad erről. Ez egy érdekes téma, de ez nagyon sokat változott, ez, ez, ez egyértelműen. És az a, az a kérdésem, hogy ugye vannak ezek a házi feladatok, mennyire lehetett egyáltalán felkészülni? Tehát azt tudom, hogy bizonyos cégeknél konkrét szakirodalom van önnek, tehát amit a Google-höz vész, sőt, akkor még van ilyen tréningcég is, aki felkészít egy Google-s állásinterjúra, de de Magyarországon most fel lehet erre készülni. Mely én például nézegettem, hogy hát az ilyen neten eléggé is forrás találtam arra vonatkozóan, hogy, hogy, hogy magyar cégeknél milyen gyakorlatok vannak. Van egy-két cég, akiről tar olvastam, hogy náluk miket szoktak interjút csinálni de hogy ö, nem annyira, tehát hogy eléggé szertágazó, tehát nem azon egy, egy konkrét eset, de hogy lehet erre készülni bármilyen módon? Szerintem készülni mindig lehet, leginkább azzal, hogy megnézed, hogy milyen feladatok vannak egyébként, amik tipikusan elő tudnak fordulni, mert vannak azért általános feladatok. Például van ez a FizzBuzz, ami egy nagyon klasszikus viszonylag egyszerűnek tűnő feladat, de elég, elég csúnyan el lehet egyébként benne esni. Tehát ugye láttam nagyon jó fejlesztőket felsülni egy viszonylag egyszerű feladatoknál is, mert azért nem gondolják végig. Tehát hogy ez egy fontos dolog, hogy a házi feladatnál szerintem nem szabad lenézni semmilyen feladatot. Én ebben nagyon sokszor belafutottam, hogy, hogy egy szuper érdekes cég, image processing dolgoznak, tényleg ilyen nagyon, nagyon érdekes dolgokat csinálnak, viszont egy, egy CV parszer volt a beugró feladat. Hát egy ilyen triviális dolog. Egy őként. teljesen triviálisnak dűlő dolog, ami aztán nyilván annyira nem volt triviális. Na, akkor ez egy csapda volt? Ez az volt, igen. Azért csinálták, és ezről sokat beszélgettem a CTO-val, azért csinálták ezt a feladatot, mert kíváncsiak arra, hogy valaki, aki, aki pályázik hozzájuk, az mondjuk egy ilyen feladattal kapcsolatban mennyire lesz igényes. Mert ezt nem csináld meg igényesen, nem, nem, nem dokumentálod rendesen, nem teszteled végig, akkor az valószínűleg egyébként más munkában is fog jelentkezni. Ezt direkt csinálták, ez, ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, és, és egyébként jól is működött. Tehát volt olyan, aki tényleg nagyon erősen dominbe vágott, egyértelműen ez volt a szakterülete, 10 plusz év tapasztalat, tényleg tök jó, és ez is elbukott a feladaton. És felháborodtam, emlékszem, hogy srác, hogy kiakadt, hogy ez micsoda. De hogy én, én, egy szíviparszer, az engem is érdekel, és nyilván látszott, hogy nem érdekelte, úgyis csinálta meg, elutasították és igazuk volt. a napján igazából igazuk volt, mert mondták, hogy lehet, hogy a kor problémáink nagyon érdekesek, de sokszor olyan dolgokat kell csinálni, ami nem lesz fun. Meg olyan dolgokat kell csinálni, ami senkit nem érdekedett, hogy ezt valakinek meg kell csinálni, és de azokkal a dolgokkal kapcsolatban egyébként ugye magatartás, és lesz, akkor jobb, hogyha nem ide jössz dolgozni. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes téma. Én érdekes, hogy a, a remote külföldi IT a métapon mesélte, talán a Haskó Gergő, hogy Önökön el lehet csúszni, hogy format kell kitölteni. És ha mondjuk elköltesz az ébet, hogy van egy válasz, és aláírod a következő, hogy ugyanaz, vagy, vagy ezt már kérdeztétek, hogy valami, automatikusan kiszórnak. Elvárják, hogy abba a tíz percben ugyan szán már az időt, és ne, ne legyen büdös már kitölteni azt a kérdőívet neked. Ért, ugye, De egyébként ki... ilyenkor nem követel a székhibát, mert lehet, hogy az, hogy hogy ez egy mondott pont témában vág, egy jó szakember volt, de valahogy úgy volt, hogy derogáltak -e ez a feladat adott esetbe. De viszont azt nézzük, hogy a soft skill dominálnak, sokkal többet elmond az ő személyiségéről, mert nem az volt, hogy hibázott, hanem valószínűleg az volt, hogy ez fél vett, ezt a feladatot. Így van. Tehát, hogy az egyet, én beszéltem is vele, és mondta, hogy hát ő abban belőtt fél órát. És nem kellett volna sokat, valószínűleg a fél óráját másfél órát ölt bele, mert kicsit odafigyel, akkor nem lett volna semmilyen probléma. De elmondta, hogy fél órát ölt bele a szívi parszer, és mondta, hogy ez, bárki meg tudja csinálni hát ez lett a vége, úgyhogy ez így készülés szempontjából szerintem ez a fontos, persze van millió online coding challenge, amire tudsz, meg vannak példák, amire tudsz gyakorolni tényleg, meg hogy nagyon sokszor az van, hogyha kapsz egy ilyen feladatot, akkor a platformokon, ha mondjuk online coding challenge-et kapsz, azon általában lehet gyakorolni. Tehát mondjuk fölmész egy bármilyen online kódot. De akkor valamennyire stockok ezek a feladatok? Még azt sem mondanám, hogy stockok, de általában készülni lehet rá. Tehát utána olvasol Persze aztán vannak egyébként, akik, akik, azt csinálják, például Magyarországon is, hogy a konkrét feladatokat feltöltik Redditre, a cégeknek a feladatait, és akkor ott megtalálod a válaszokat, meg mindent egybe. Az mondjuk már egy nyilván egy ilyen érdekesebb történet, amikor konkrétan mindent megtalálsz De az a lényeg, erről. hogy tulajdonképpen azért a keretei azok ugyanazok mindenhol, vagy a helyek többségében, tehát hogy lehet igenis készülni. Nem azon, hogy én nagyon jó fejlesztek, áll, nem kezdve foglalkozni, megyek, improvizálok, hanem azért meg tudnak lepni egy kis, mert hogy, hogy, mondtad is, hogy azért cél az, hogy egy kis csapdát felállítsanak neked. Hát nem is feltétlenül, hogy csapdát, de ha belegondolsz, a cégnek az az érdeke, hogy olyan embereket fegyen föl, akik nekik mind kulturálisan, mind hardscale szempontjából ideálisak, és ennek megfelelően, ilyen, amikor szerintem nem minden cég rég, ez a cégek nagy arányban próbálnak olyan feladatokat, meg olyan folyamatot felállítani, hogy ezt ki tudják szűrni, és náluk például ez volt, de millió másik példát tudok hozni, hogy a pont beszéltük, hogy aki például a túloldal ennek, hogy brutális házi feladatot adnak, hogy tényleg bele kell 10-15 órát legalább a szabadidődből, és mondjuk valaki, aki családos, és van két-három gyerek, aki rohangál otthon a napi 8 órás munkád és mellett az bele kell Hát az, az, egy érdekes téma. Hogy az... Igen, keresztül. de másik oldalon meg ugye egy ilyen cég gondolhatja azt is, hogy hát az már valami fajta elkötelezettséget jelent irányokban, hogy te hajlandó vagy megtenni ezt a feladatot. Másik oldal, meg nyilván nem gondolják végig, hogy erre akkor is nemet mondhatsz, hogy egyébként lenne benned ez, de van mondjuk, vannak csecsemő ikreid, most mondtam valamit. Jó, én tipikusan nem szeretem ezt ezeket a hadihajóházi feladatokat. Tehát ugye én értem, hogy ezzel lehet mérni az elköteleződés, de vannak olyan helyzetek, ahol az elköteleződés része az nem fog kijönni. Tehát, hogy tényleg millió olyan helyzetet tudok mondani, amit én is láttam, hogy valaki azért adott megcsinálni, egyszerűen lehetetlen. Úgy zsörögy gyerek van otthon, millió más probléma tud lenni, és hiába tetszett neki nagyon a cég, nem fér bele időbe. És ezek szerintem viszonylag nagy veszteségek tudnak. És lenni. ebből a tech interjúból lehet egy-kettő is gyakorlatilag. Hát tipikusan nagy arányban van egy házi feladat, vagy egy online coding challenge, és utána ezt követően szokott lenni egy helyszíni interjú, ami vagy a cégnél történik, vagy online történik és akkor ott ad bármi, system design kezdve millió dolgot tudtak érinteni, akár cégspecifikus, akár programnyelvekkel kapcsolatos, de tényleg, hogyha te tesztelőként mész oda, akkor bármi, ami a te saját területeddel kapcsolatos, Hát, hogy ez, ez minden egyéb esetben így működik. Ez igazából szerintem nem is feltétlenül a tech specifikus, az általában így van, hogy van egy mély interjú, egy vagy akár több is. És ha ez kifut, akkor van az, amiről az elején beszéltünk, ez a team fit, optimális esetben. Optimális esetben. Amikor gyakorlatilag egy-két órát, vagy szélső helyzetben három napot vagy egy napot. Még az fontos, hogy igen, amikor próbalap van, az ugye minden. Tehát az a tech interjú, meg az a tech részé végigmentek, meg a chemistry részét, az ott minden egybe van. A, még a team fit, amikor van egy ilyen klasszikus interjú folyamat, a team fit, általában ez már inkább egy ilyen casual beszélgetés, hogy bementek, beszélgettek egymással. A lendő csapat vagy mivel küzd most például a csapat, neked mondjuk erre milyen megoldási javaslatod lenne, tehát az inkább egy ilyen általános beszélgetés, már ott már nem a, de ott már nem a hard, hard van szó, tehát ott már általában ezeken túl van, tehát ezeket már lemérte a cég, addigra már azt gondolja a cég, hogy te megfeleltél ennek, és akkor utána már inkább ez a csapat dinamika, a csapatban működés, tehát az, az meg nagyon szó ki. amikor már bejutsz mondjuk egy ilyen körbe, hogy a csapattal kell, akkor, akkor igazából már csak te ronthatod el. Hát igazából ez sem igaz. Mert kis százalékban, viszonylag kis százalékban az előfordulhat, hogy mondjuk mindkét fél azt gondolja, hogy ez nem. Hiába voltál te mondjuk jó szakmailag, meg mindkét fél úgy érezte, hogy ez jó irányba megy, van olyan eset, hogy úgy érzitek, hogy nem feltétlenül egymásnak vagytok kitalálva. Mert egyszerűen a csapatdinamika nem úgy működik, a válaszai nem feltétlenül úgy mennek át, ahogy, ahogy te szeretnéd, hiába vannak mondjuk jó ötletei. Tehát van ilyen, de amikor ez nagyon kis százalékot. Azt át tudom mondani, hogy ha valaki eljut fitre ott már viszonylag ritkán van olyan, hogy valami eltörik. Vagy akkora a... Ott már általában, pláne amit így említettem neked is, hogy addigra már mondjuk a Nagy Aranyban a csapatnak egy részével már találkoztál. beszélgettek, interjún, akár az elején, akár a közepén, tehát mondjuk egy részével már eleve találkoztál, akik valószínűleg már meglepő lenne, nem ők azt mondták, hogy szeretnék, hogy ott ülj, vagy ők próbálták ezt, hogy te ott legyen. És ezzel kapcsolatban még egy, szerintem egy kifejezetten érdekes dolog, amit nem eséltél az adás előtt, és erre térjünk ki, azt mondjuk te úgy érzed, hogy nincs meg a kémia neked azzal a csapattal, de egyébként tetszik a cég, akkor érdemes nem csak elutasítani az egészet, hanem egy olyan visszajelzést adni, hogy esetleg, mit tudom én, te úgy érzed, hogy nincs meg a kémia mert hogy sok esetben sok cégnek azt mondják, hogy fiak akkor egy másik csapatban, nézd meg azt, vagy ez úgy működik, mint egy párkapcsolatban. Vagy egyszerűen van olyan, hogy, hogy összekerül pár szimpatikus ember. Igen, ez, ez, egy nagyon, nagyon jó, hogyha ebbe a stádiumban tud egy cég már működni. Ez kevés helyen tud jól működni. Tehát, hogy én... Tehát, a cég viszonylag kevés helyen van az, hogy, hogy erre a visszajelzésre azt mondják, hogy fiak, akkor próbáld meg a másikat. Igen, nagy arányban azért is, mert van, amikor újra kell a folyamatot, mert így működik nálik az egész, mert ugye a különböző csapatok nem, nem ugyanolyan értékelési rendszer szerint működnek, ami ugye egy nehéz téma. Nagyon nehéz teljes céget lefedő jó struktúrát működtetni. Van, akinél ez megvan, de azért ez nem minden cégre jellemző. De én már találkoztam ezzel többször is, hogy egy TeamFit körben ez megtörtént, és ebből kifolyólag valaki átkerült egy másik csapatba, és felvették. Tehát, hogy ez meg volt, hogy nem, kellett teljesen újra a folyamatot, hanem volt még egy, kisebb, ilyen egyébként egy tipvitker de gyakorlatilag szinte, majdnem ugyanonnan tudta valaki folytatni, és végül felvette a cég. Mert nagyon más dinamikával működött a másik csapat, tehát hogy ez, az előfordulhat. És ugye eljutunk oda, hogy mondjuk azt, hogy ezen is túljutottál, ugye ez a kategória, amikor kapsz egy ajánlatot. Hogy kell kezelni ezt? A, gondolkodtam, hogy milyen érdekességek lehetnek egy ajánlatnál. Szerintem az egyik fontos része az, hogy ami a sokszor előfordul, több ajánlatod van. Nem egy ajánlatod. Vagy mondjuk el vannak csúszva a pályázataid mondjuk pályázók legyen az egyszerűség kedvé két helyre, de nagyon sokszor több hely van, és mondjuk te kaptál egy ajánlatot ezen a héten pénteken, a másik cég még kicsit el vagy és még jövő hét csütörtökre értek neked egy ajánlatot, és nagyjából feltételezzük, hogy 50-50 százalékban -50 mindkét cég nagyjából ugyanannyira tetszik. Mondjuk ebben a helyzetben hogyan kommunikálod le azt, hogy te mondjuk szeretnél extra időt kérni? Mert azt mondják, hogy kaptál egy ajánlatot, mondjuk szuper lenne, a hétfőig tudnál válaszolni. De neked mondjuk csütörtökig még kellene valamennyi időt nyerni, mert szeretnéd megnézni a másik ajánlatot, a másik céget, és mondjuk összehasonlítani a kettőt. Én ebben a helyzetben mindig azt javasolom, hogy legyél transzparens, amivel egyébként a cégek vissza tudnak élni. Majd mesélek erről is, hogy ez, ez milyen szinten tud visszajutni, de én mindig azt szoktam javasolni, hogy legyél ebben transzparens, hogy mondd el simán, hogy neked van egy másik pályázatod, és még szeretnél egy pár napot kérni. Ugyanis ha valaki tényleg szeretne téged fölvenni, nem hiszem, hogy ez lesz az akadály. Van olyan helyzet, amikor az a cég ezzel visszaél, és az egy nehezebb hogy történet. Hogy meg tudják, vagy mondjuk már az elején egyébként tudják, hogy több pályázatod van, és mondjuk látszik, hogy mondjuk egy tök jó tárat is nagyon szeretnék, és egy brutális deadline-t adnak neked, hogy meg megvan az ajánlat, holnapig el kell hanem mert ha nem, akkor más felveszünk. Tehát, hogy azzal az információval vissza tudnak élni, amit ők megszereznek a folyamat során. Akkor te folyamat során ne az orrunkra, vagy máshol is nyomogasz. Én, én inkább úgy vagyok, én inkább úgy szoktam mondani, hogy legyél ebben transzparens. de jobb az, hogy a transzparens vagy, mintha nem, mert szerintem az a cég, aki ezzel visszaél, ott más problémák is lesznek. Én mindig ezt gondolom, hogy, hogy aki ilyen dolgokat meghúz, hogy ezt felhasználja, és egyértelműen nyilván ebből előtt próbál kovácsolni, az szerintem nem etikus, és szerintem ott más dolgokkal is lesznek. Nyilván ez már valamennyire az, ha ő... egy az, brutál izé, határidőt kapsz, Persze. az red flag? Nekem az. Nekem volt egy srác, akivel beszéltem ezzel kapcsolatban, aki, aki, nem, én nem pályáztattam, amíg direktben, még korán jobban voltunk, egy totnet fejlesztő volt, és most nem nevezem meg a céget, ahol pályázott, több helyre pályázott, és elmondta korán, hogy ő három-négy helyre pályázik, és még egy később még egy update-et is adott ezzel kapcsolatban, hogy, hogy velük van igazából a leggyorsabb folyamata, de van még, még, továbbra is van két pályázata. És, és végül azt csinálták, ami egyébként nem volt a cégnél bevett szokás, hogy azt mondták neki, hogy másnap válasz, amit említett, hogy másnap válaszolnod kell. Tehát egy napod van arra, nem akkor lejár a az ajánlat. Ami nyilván szürreális. Tehát ilyen az akkor műszor... is szürreális, hogyha nincs több, nem, nem több helyre pályáztál. És elfogadta a srác. Elfogadta a srác, és lemondta mindkét másik folyamatot, mert félt, hogy mi fog történni. Mert ugye az volt a biztos. Uh -huh. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy mindig az a biztos, ami az asztalon van. A többi az csak lehet, hogy megfogtod, meg lehet, hogy jót mész, de igazából nem tudod. Uh, úgyhogy ennek megfelelően el is vitték a srácot, ami szerintem extrém szinten gáz volt. Tehát, hogy az ismertem a céget, és tudtam, hogy itt nincsenek ilyen deadline -ok, csak nála az információ birtokában ezt meglépték. De ettől függetlenül én mindig a transzparencia híva vagyok, csak nyilván ezt tudni kell kezelni meg. Mennyire terjednek ezek az információk például egy, jel, ö, egy jelöltnek, mennyire néznek utána egyébként? Hát ez jó kérdés. Mindig van egy informális network ebben az országban. Ez mindig létezik. Meg én is ugyanezt csinálnám. Van egy saját cégem, és tudom, hogy valaki ismer valakit, és mondjuk én megbízok az ő képességében, nyilván utána kérdezek, hogy mit gondol az adott egyéről, aki mondjuk együtt dolgozott. Ez ugyanígy működik itt is. Papíron nincs, meg szerintem már úgy nagyon nem beszél senki, de ez egy nagyon fontos része, pláne minél magasabb pozícióról beszélünk. Tehát ha valaki junior, hát nyilván azért a kockázati faktor nem ugyanaz, mint amikor te szílevő szinten veszel fel valakit, és óriás befolyása van a cég működésére, az engineeringre, a salesre, a marketingre, bármire. Tehát minél magasabb szinten vagy ennek, ennek jó a szignifikánsabb ereje van, és ott konkrétan ennek utána is kell menni. Tehát egy ponton ez már egy része a folyamatnak. végére maradtak nekem ilyen, ilyen egyéb kérdésem, például az alkudozás része, még itt térjünk ki, ha már az ajánlatadás van, hogy, hogy erre van valami praktika? Ez viszonylag sokszor előjön. Többször szerintem mind kellene, mert az általában annak köszönhető az alkotás, hogy ott valami elcsúszott kommunikációban. Tehát ha én elmondom az elején, hogy másfél millió forintot szeretnék példaként keresni, és a végén, és a cég is ha minden igaz, ugyanezt kommunikálja veled egyébként mondjuk az offer, vagy a folyamat legelején, akkor ez egy fura dolog, amikor végén nem ez nem az landul, és ebben nagyon rossz szájízek tudnak lenni. Tudom, hogy ez sokszor egyébként például egyéni döntés. Is ismerek olyan vezetőket, akinek például ez a mániája, hogy ő nem adja meg azt, amit a túloldal kér, hanem mondjuk megad a 10 ot kevesebbet, de ha jó lesz a próbaidőn, akkor megemelem a fizudat. Én ezt nagyon nem szeretem. Tehát, hogy valaki valamit kér, és te ebbe belemész, ergo nem jelzed az elején, hogy mondjuk ez nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy semmilyen utálást nem teszel erre, majd a végén nem azt adod meg, amit egyébként valaki kommunikált, és mondjuk effektív indoklás is mögöttem, mert szerintem az egy más dolog, hogy legyen egy példa, te szeniorként bepályázol valahova. És elmondod, hogy te neked mekkora tapasztalat, és kiderül, hogy hát mondjuk az ő értékelésük szerint ez nem feltétlenül ott van. És akkor erre hivatkozva azt mondják, hogy figyültek érte egy X összeget, a mi benchmarkunk szerint ez ne, oda nem megy be, vagy tudunk 20%-kal kevesebbet adni, és hogyha nem tudom, egy éven belül eljutsz arra a szintre, ami nálunk egyébként mondjuk az a vagy nem feltétlenül az, amit állítottál, akkor ezt meg fogjuk tudni. Tehát ilyen esetek oké, okay, de hogy van ennek egy nyilván nehéz része, amikor nincs semmilyen performance vagy tapasztalattal kapcsolatos komment, csak az van egyszerűen kevesebbet kapsz, és az egy nagyon nehéz téma onnan egyébként. De van ezt lehetőségem egyébként alkudozni? Én csak azért kérdezem, mert szintén talán az SP mondta, hogy ö, utólag bárja már, hogy nem alkudozott a végén, mert hogy szerinte fejjebb lehetett volna ezt húzni. De ez ugye nyilván külföldi cég, nem magyar cég, remote. Magyarországon a terembabér annak, aki kicsit rámenősebb, és azt mondja, hogy hát, tehát, amikor oda tesznek valamit eléd, ott mennyi mozgástere van a, a, a szituáció függő. Van, aki nagyon jól tudja ezt olvasni. Vannak, vannak akik ezt már így elég értett, aki még nagyon sokat pályázik meg mondjuk tisztában a, a, tudásával, meg annak a piaci helyzetével. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valaki bepályázik, és mondjuk mellette van x másik folyamata, és egy ponton eljutunk oda, hogy kiderül, hogy hát figyú, tudom, hogy mondtam egy értéket, egy át az elején, de azóta már kaptam egy ajánlatot, ami hát már nem feltétlenül ott van, mint ahonnan indultunk. És hogy ti ezt tudjátok-e meccseni? Mondjuk szívesebben mennék hozzátok, mint a másik cég, de mondjuk azt mondták, hogy ők 20%-kal többet tudnak adni. Ugye ez megtörténik. Pláne mondjuk egy olyan tudásról beszélünk, aminek viszonylag keresett a piacon, akkor simán ez a bid war jelenség ez el tud jönni. Hogy valaki ad valamennyit, és akkor azt mondják, figyelj, akkor ennél többet adunk. Tehát ez, ez megtörténik többször is egyébként, és ez meg már szerintem nagy aranyban rajtad múlik, hogy ez hogy kezeled. De ezt a cégek egyébként, te ezt látod, ezt egy, ez egy új szimpatikus jelenségként kezelik, ha ha hát egy picit alkodozol a végén. Szerintem ezt lehet korrektul csinálni. Tehát, hogy szerintem ez minden azon múlik, hogy te hogy kommunikálsz ezzel kapcsolatban. lehetünk szimpatikusan csinálni. Tehát van olyan helyzet, amikor látszik egyértelmű, hogy te pumpálod egyébként a, a, a fizetésedet, és nem feltétlenül arról van szó, hogy a túloldalról jött mondjuk egy magasabb ajánlat, hanem érződik, hogy te vagy az, aki próbálja egyébként ezt feljebb tolni. Az, az, egy nehéz téma, meg ezt nyilván érezni kell a túloldalnak is, hogy mi az, ami, ami mondjuk egy, egy, tényleg egy természetes folyamatból fakadt, vagy valaki csak a saját értékét próbálja felpumpálni. De az a lényeg, bizonyos diplomáciai kereteken belül azért az ember ne tartson attól, ha, hogy belemenjen egy alkotatós játékba. Hát ez szerintem egy jó választ adni, hogy milyen a jó módszer, mert szerintem nincs egy jó módszer. A legjobb dolog, én azt mindig azt szoktam mondani, hogy pro, mennyire tudsz legyél transzparáns, hogy te mondjuk több folyamatod van, van egy érték, amit szeretnél. Van, van olyan is egyébként, hogy például valaki azt mondja, hogy amivel találkoztam, hogy nem tudja, mondjuk egy folyamat elején nem tudja, hogy fontosan mennyi lesz, mert ő most kezdett el pályázni, ő már 8 éve egy helyen dolgozik, nem tudja feltétlenül, hogy a piac mit ad, és hogy majd erről később szeretne beszélni. Az is egy szerintem egy teljesen jó válasz. Tehát, hogy ne tedd magad olyan helyzetben, hogy mondjuk a legelején te kijelented, hogy, hogy én mennyi pénzt szeretnék, aztán rájössz, hogy hát az így nem valid. Mert hogy mondjuk adott esetben kiderül, hogy mondjuk a piacon magasabbért tudsz kapni, akkor az nyilván kellemetlen dolgokat szül. De akkor másképp teszem fel a kérdést, hogy X számú esetet látván uh, nem reménytelen dolog az, hogy te feljebb hozzad. Nem, az egyáltalán nem reménytelen. Tehát azért nem kell megijedni ettől. Nem, csak, csak ez nagyon fontos, hogy tudnod kell, hogy mit érsz. Szerintem ezt így viszonylag interjúkból szerintem már így össze tudja valaki rakni, hogy de ez fontos dolog látni, hogy meddig tudsz ebbe elmenni. Mert van az a pont, amikor azt mondják, hogy köszönöm, és akkor véget ér a folyamat. Tehát, és ez... gondolom ez az a pont, amit jó bekavart a különböző bértáblák, bérsávok, stb., mert ezt a képet jobbra vagy balra, de eltorzította. Igen, mindegy, én, erre vagy egy külön adásba visszatérünk. hogyha azt mondja valaki, hogy sávot, és sávban szeretne keresni. Az szerintem mindig egy, egy, jobban védhető dolog, meg szerintem mindenkinek egy, egy ideálisabb mozgásteret ad, hogyha azt mondod, nem azt mondod, hogy én 1 millió 452 forint kafetériát szeretnék, hanem mondjuk nekem az ideális életkörülményeimhez kell mondjuk 1 millió 3 és 1 millió 6 közötti fizetés. És akkor nyilván meglátjuk, hogy nálatok ez például belefér -e, hol fér bele, mondjuk pályázok máshol is, és akkor meglátjuk, hogy ez hova esik le a végén. Oké, okay, szerintem nagyjából elkezdtünk a végére érni. Itt egy dolgot még így feltennék neked kérdésként, és ezt már az elején megpingeltem, hogy ugye beszéltünk arra az adás legeslegelején, hogy alapvetően úgy tekints a fejvadászra, hogy ő téged képvisel, és te azt mondod az adáson kívül, hogy sok esetben erősebb a véleménye a fejvadásznak, mint a belső rekrúternél. Tehát, hogy van egy ilyen <coughs> nagy dilemma, hogy mi történjen, akkor sok esetben a fejvadásznak a véleménye erősebb. Ami egyébként van, ahol a cég szempontjából nem tudom, miért van így, ha a cégek ilyenkor a felvedesz véleményét veszik erősebbnek, hiszen ez a mégis csak egy pénzért dolgozik. szerintem részben ez a bizalma is alapul. Hogyha valakivel mondjuk évek óta együtt dolgozol, és megbízol az ő értékítéletében, vagy az megbízol abban, amit ő állít valakiről, az neked egy nagyon nagy segítség, mert ő van a piacon. Ez egy fontos része, hogy a fejvadász abból él, hogy a piacot ismeri és az egyéneket ismeri. De ez azt jelenti, hogy, hogy ebben benne van az a feltételezés is, hogy a legtöbb cég azt gondolja, hogy a külső fejvadász az erősebb, mint az ő szakmai kompetenciába, mint az ő belső rekrútere. Én ezt nem szeretem egyébként, de ez nagyon sokszor így történik. Én nem szeretem, hogy egyébként van ennek egy ilyen része, hogy sokszor aki belső alkalmazásban van a rekrúter, azoknak nem feltétlenül adnak olyan arányban a véleményére, amit én, én nem szeretek, és, és én nagyon sokat is küzdök ezzel ellen, hogy ez ne így történjen, de hogy úgy érzik egyébként, van egy ilyen fura dolog, hogy aki bent van, az kisebb, egy kisebb részére rá, rá a piacnak, mint aki egyébként effektív a piacon dolgozik, és millió másik céggel dolgozol együtt, ugye nem egy cégnél dolgozó, hanem dolgozol, nem tudom, 15-20 bármennyi céggel. De van egy ilyen része. De egyébként ez, ez sem mindenhol van így, de van egy ilyen Egyértelműen ez megfigyelhető, hogy nem feltétlenül ugyan véleményeket. Akkor a vélemény. felvadászzal a jó kapcsolat az ilyen duplájó gyakorlatilag? Szerintem igen, hogyha valaki tényleg ügyesen csinálja meg, meg olyan cégekkel dolgozik, amik mondjuk neked ideálisak, akár kulturálisan, akár szakmai szempontból, az szerintem egy jó modell tud lenni. És van még egy dolog, amiről mindenképp szeretnék beszélni, az pedig a retfegek, illetve intőjelek egy interjú vagy interjú folyamat során. Itt próbálunk viszonylag alapdolgoktól, ami azt gondolom, hogy alapdolog, de nem mindenki számára alapdolgoktól elindulni, illetve belemegyünk kicsit mélyebben is ebbe a témába. Szerintem az egyik tényleg, az, igazából valószínűleg nagyon sokatok számára egy teljesen magától értetődő dolog, de nem mindenki számára az, az, hogy milyen stílusban kommunikálsz egy interjún. Az, hogy milyen szavakat használsz, az, hogy például mennyire vagy flagma adott esetben. független attól, hogy milyen környezetet teremt a túloldal, vagy mennyire laza az a hely, ahol például pályázom, mennyire jó fejek azokkal, akikkel beszélgetsz, van egy bizonyos stílus, amit nem igazán érdemes átlépni. És meglepően egyébként ezzel sokszor találkozunk, hogy valaki a megengedett fölött van messze a csúnya szóval például el tudom megmondani, hogy aki konstans az meg egy interjún, az egy viszonylag csúnya red flag. Tehát azt nem szereti senki, egy, egy, munkahelyre, vagy egy munkahelyi közegbe ez, ez, nem tartozik bele. És nehéz ezt egyébként külön választani attól, hogy csak valaki jól érzi magát egy interjún, vagy egyébként effektív munkaközben is így kommunikál. Ennek megfelelően ez egy, ez egy viszonylag kerülendő téma, ugyanez a stílusra vonatkozóan, hogyha te túl laza vagy, te, te extrém flagmába kommunikálsz, vannak kérdések, amit mondjuk ignorálsz, mert úgy érzed, hogy az neked így annyira nem, ez sem az a stílus, ami egyébként megengedhető egy interjún, úgyhogy szerintem ez az egyik alaprész, amire érdemes odafigyelni, illetve a másik az, hogy hogyan öltözöl fel. Az, az egy érdekes történet, mert a tech környezetben ebben ezzel kapcsolatban viszonylag megengedőek a munkáltatók. Tehát az, hogy te nyáron elmész egy egy rövid nadrágba, meg egy valamilyen brendelt pólóba, az teljesen belefér, viszont azért van, aki ennél tovább is elmegy ebben. Tehát az, hogy a, a lyukas póló, a, a papucs, vagy ennek ezeknek a különböző kombinációi, illetve mondjuk a különböző higiéniai rész mellé tesszük, ott azért tudnak olyan helyzetek jönni, ami, ami hát finoman fogalmazva sem szalonképes. Tehát ez is egy olyan rész, ami szerintem intő példa, illetve emellé tenném még be azt is, amikor valaki illuminált állapotban interjúra megy. Meglepő módon ez viszonylag sokszor meg tud történni. Pont a Gyurival beszélgettünk erről egy kicsit, hogy van az a helyzet, például amikor te előző este elmész bulizni a spanokkal, és mondjuk reggel nem biztos, hogy ezt jól tudod felmérni, hogy te milyen állapotban vagy, és megtörténik. Az konkrétan volt egy ilyen esetem pár hónappal ezelőtt, hogy visszajelezték nekem, hogy egy srác, aki ezt a srácot igazából messze legyen fölött volt, úgy jelent meg egy interjún, hogy hát pűztött a piától, és úgy érezték, hogy ennek megfelelően egyébként nem is feltétlenül értette a kérdéseket, amiket feltettek neki, kicsit zavartan válaszolt. Ez egy elég kellemetlen dolog. Tehát, hogy tud, hogy van az a helyzet, és meg tudsz csúszni, csak akkor inkább mondd az interjú, Tehát újra lehet húzni egy időpontot, ezt meg lehet oldani, de ilyet ne csinálj, mert ez, mert ez egy elég csúnya red flag. Ami pedig még szintén szerintem talán az egyik legérdekesebb téma ebben, az, hogy a korábbi munkát a tudról, hogyan nyilvánulsz meg. Nagy arányban, amikor valaki álláskeres, vagy valahol pályázik, akkor vagy még dolgozik valahogy, vagy már eljöttél, és ennek nyilván vannak olyan formák, mikor nem feltétlenül úgy váltatok el, ami ideális számodra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel kapcsolatban próbálj valamennyire politikailag korrekten megnyilvánulni, mert ez, az nagyon nem mindegy, hogy milyen stílusban beszélsz a korábbi munkáltatódról, mert ahol ülsz, ott nagy eséllyel azt fogják gondolni, hogy a stílus ez nem megengedhető, ezt valószínűleg velük szembe is meg fogod lépni. Ezt milliószor láttam, valaki, aki benne van, érzelmileg túlfűtött. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk nekem, aki mondjuk fejvadász, ezt elmondott, oké, okay, de hogy ezt valamennyire kordában kell tudni tartani, mert ez, mert ez egyszerűen nem, szerintem ez nem vállalható egy interjú, hogy te bizonyos stílusokat átlévve beszélsz a munkától, függetlenül attól, hogy mi történt. Tehát, hogy ez... ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ezt megléped, akkor a kapásból lezárult ez az ajtó? Hát azt nem mondom, hogy feltétlenül lezárult, de nem egyszer lett vége egy pályázatnak, hogy valaki túltolta ezt a történetet. Tehát, hogy ez, ez sajnos ez benne van, hogy ez megtörténik, és szerintem erre érdemes odafigyelni függetlenül attól tényleg, hogy milyen előzménye van, és tényleg láttam én is nagyon sok olyan szakítást, ahol munkáltatók vállalhatatlan dolgokat csináltak, megszektek ígéreteket, tehát tényleg nagyon durva vannak, de hogy ez igazából a múltnak a része, és szerintem nem erről kell szólni alapvetően egy interjúnak. A, ami még szerintem szintén ide kapcsolódik, ez az önkritika, illetve a, a korábbi tapasztalatoddal kapcsolatos élmények elmesélése. Hát én nem egyszer voltam olyan szituációban, amikor valaki úgy végigmondott egy 15 éves életpályát, hogy minden egyes munkahelyén az elvállásnak az oka a túloldal volt. Tehát ő igazából nem hibázott, a menedzseremmel volt probléma, a céggel volt baj, nem tudtak fizetni, és aztán amikor ezt végigmondott 10-12 cégnél, az egy fura dolog, anélkül, hogy bármilyen szintű önkritikát gyakorolná. Ez, ez szerintem szintén nem túl ideális, mert Viszonylag ritka az a szituáció, amiben mondjuk az egyén nem hibás. Tehát, hogy nekem is voltak elvállásaim, nálam is voltak olyan helyek, a helyzetek, amit azt gondoltam, hogy a túloldal nagyon nem ideális módon vált velem, de ettől még nyilván van ennek mindig egy önkritikai része is. Tehát, ha nem gyakorolsz egy interjú önkritikát, az, az szintén elég, elég Nem hogy red flag, de hogy ha ezt mondjuk végigcsinálod, és tényleg végig tud valaki mondani így egy 40 perces monológot, amiben zérő önkritika van, hát az már az egy elég átfordul egy red flagbe illetve egy nagyon-nagyon klasszikus rész így a végére, aztán nem jelensz meg az interjún. Tehát az egy ilyen elég nehéz helyzet. Tehát van mondjuk egy leegyeztetett időpontod, próbálnak telefonon elérni, úgysem sikerül, nem jelensz meg, majd, majd utólag jön valamilyen válasz erre, és nyilván vannak olyan élethelyzetek, ami, ahol ez megtörténik. Tehát, hogy ez ösztök okay, egyébként ilyen tud, tud, meg tud történni, de nagy arányban azért ez nem annak köszönhető, hogy, veled, vagy a családdal, vagy valami halaszthatatlan dolog történt, hanem általában valaki vagy elalszik, elfelejti, nem írta be a naptárba. Ez, 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 szerintem ez viszonylag tiszteletlen dolog a túloldal a szembe hozzátenni. Nyilván ez meg tud történni egyébként a cégeknél, hogy ők, ők is elszúrják, az ugyanúgy problémás, de, de erre oda kell figyelni. Tehát ha túl sok interjút, akkor ne vállalj túl sok interjút, hogyha nem fér bele, de, de erre figyelj oda, mert ez egy, -egy, -egy értelműre fog tud lenni. Illetve van még egy téma, amit beszéltünk, hogy az online és az offline interjú közti különbségek. Ez felmerült egyébként a Discordon is. Én ebben egyébként akkor a különbségeket nem látok, ami talán nehézség szerintem az online interjúban, hogy jobban kell tudni fókuszálni, összeszeretnek egy kicsit lenni, mert szerintem valamennyire könnyebb offline beszélgetni, ha ott egy egymással szemben, vagy pedig a monitort kell bámulni, vagy a diszplét kell bámulni egy órán keresztül. Tehát egy kicsit jobban kell fókuszálni. Fontos, hogy azért túladalásra, hogy tényleg fókuszálsz, nem kezdesz mellette mást csinálni. Tehát ugyanúgy kell venni egy online interjút, mint egy offline interjút. De ezen kívül én olyan nagy különbséget nem látok a kettő között. Uh -huh. Jó, szerintem azért zárjuk le ezt a mai beszélgetést, és akkor elállok így a végén. Most már lehet terjengőse venni egy ilyen szakmai titót. Ennek az adásnak az első 13 percét újrakezdtük, újra mert olyan nagyon hosszú lett a, a beköszönő monológunk mert kicsit tízeltem az eredeti verzióban azt, hogy pontosan milyen podcast ötleteink vannak az vagy, és azt beszéltük, hogy inkább vegyük fel újra, és ezt a végére rakjuk. Tehát, hogy miért most elég sok podcast témát összeértünk, amikor kiértékeltük ezt a kutatást, ahol visszajelzéseket adtak nekünk, és akkor csak pár ilyen témát felvillantanák, hogy nagyjából milyen témákkal fogunk jönni a közeljövőbe, fogunk beszélni majd, vagy beszélgetni az IT kiégésről, a Slide IT Exodusról, tehát arról, hogy, hogy, hogy meglátásunk szerint Magyarország ilyen történelmi hibát követett el azzal, hogy semmifajta törekvés nem volt arról, mondjuk az ott is a kormányzati oldalról, hogy a, az orosz-ukrán háború kapcsán kirajzó orosz-ukrán-belorosz fejlesztőket és egy több százer fejlesztőről, IT szakemberről beszélünk nem is próbáltuk meg bevonzani. Lesz adásunk a Diversity-ről. A Hész bértáblát azt, azt, szerintem nagyon hamar műsorra fogjuk venni, mert nagyon sokat lehet róla beszélgetni. Fogunk beszélgetni majd az egyéni karrierúton belül a a détás irányról, mert ezt viszont nagyon sokan kértétek, akkor biztos, hogy nagyon közel, fog, nagyon közel lesz ez az adás, mert lassan befejeződik a kutatás. Az Alerant csinált egy fejlesztés körképet, ami gyakorlatilag azt méri fel, hogy Magyarországon termékfejlesztésben milyen technológiákat használunk, és ez ugye hasznos, mert én azt gondolom, vagy azt gondoljuk az éróval, hogy amikor az ember karriert tervez, azért jó látni azt, hogy, hogy mi a magyar piacon a realitás, mert hogyha a Stack nézed, akkor az egy erősen angol száz történet, és maximum olyan következtetéseket le lehet levonni belőle, hogy majd négy év múlva is talán itt lesz. Beszélgetni fogunk arról, hogy, hogy Magyarország az új India, ez nyilván egy kicsit színikus hangzik, de valahol igaz, a Kolozsvár példáján akarjuk bemutatni, hogy Kolozsvár az öt évvel ezelőtt arról volt ismert így IT körökben, hogy gyakorlatilag egy nagy outsourcing központ, ehhez képest Kolozsvár bérezésben és minden szempontból startup életben egy elrobbant Budapest mellől, akkor meg fogunk vizsgálni egy csomó érdekes technológiát, amik a mostanában jöttek ki, és meglehetősen nagy impaktjuk van a piacon, hogy mennyire érdemes az irányba menni. Most mondok egy példát, mondjuk a Rász Lesznek olyan adások, ahol érdekes embereket fogunk elhozni, kifejezetten olyan karrierútakat bemutatva, amire azt gondoljuk, hogy így példértékű, és önmagában a történet is érdekes. Fel fogjuk dolgozni ezt a témát, hogy milyen neres cégnél dolgozni, milyen neres cégek valósága, ezt, meg, ezt megpróbáljuk, és szerintem meg is tudjuk csinálni talán, hogy politikai zöngéktől mentessen, mert az érom az adásáról feldobta, ha már neresnek hívom ezeket a cégeket, akkor ez már nem politikától mentes, csak erre visszakérdeztem, hogy mi a gyűjtő, azok azoknak a cégeknek, másképp nem tudom őket hívni. A külföldi munkavállás témát az utóbbi időben például hanyagoltuk, mert azt gondoltuk, hogy, hogy talán ti is unjátok, meg talán picit mi is ráuntuk, viszont a, a a kutatásból az jött vissza, hogy, hogy, nagyon sokan igénylitek, úgyhogy egy csomó országot majd vissza fogunk hozni, valószínűleg lesz Norvég, Holland, vagy akár Dubai témánk is. És akkor végezetül a, a szokásos kör, ne felejtsétek el, hogy jövő héten a weekly podcast, jön, a szerkesztőségi podcast megújult formában, mert kicsit átvariáltuk a témákat ott is, mi két hét múlva jelentkezünk újra, és ami még nagyon lényeges, hogy Október 11-én lesz az első őszi Crafty Meetup, aminek az az a címe, hogy menedzser akarok lenni. Gyertek, regisztráljatok, már ki van nyitva a regisztráció. És még ott van a Discord csatornánk is, a discord.hvc.hu-n. Gyertek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ennyi volt a Crafty Sziasztok. Sziasztok.